SMS-en a Rádió 1 stúdiójából, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, a kegyetlenül kopasz kocsek, Vadon Jani, a hatalmas velencei, felülmúlhatatlanabbnál non plus ultrább, ő maga, maga, ő a hihetetlen Sebestyén Baller Ballesztinyó Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Óra után 14 perccel Feri már vezényel, Jani is érkezik, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hú. Hello, bello. Hello, bello. Szevasztok, kis dunai hajósok. Vagy hát, na, dunai utasok, fogalmazzunk így. Igen. Miért nem vagytok fönt? Süt a nap, ott van a Valmar együttes, érted? Tudsz pusziszkodni. Ja, hogy miattunk jöttél, de aranyos vagy. Fönt a legjobb egyértelműen. Fönn voltál? Aha, igen. Fönn voltam, egy kicsit kávézgattam, szelfizgettem, csináltam egy pár képet, kimentem az üzemi területre, aztán szóltak, hogy na, jöjjek vissza, mert baleset veszik. Mondtam, hogy nekem nem számít, esek, kelek nekem, aztán tökéletesen mindegy. Elképesztő jó fönt a hangulat, meg a kilátás, meg egyébként tényleg a felső fedélzet a leghangulatosabb. Higgyétek el, itt csak a nihil van, meg a pusztulat. Így is van, menjetek csak föl. Igen, picit a kulisszából vegyünk vissza, léci, nem baj, ha nem hallanak bennünket. Szóval itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, ez a hajó, ez óriási. A Titanic is így indul, de hogy ez elsüllyesztetetlen. Ez elsüllyesztetetlen, basszus. Ez űrű. Én nem gondoltam volna, hogy ez ekkora. Nem járok nagyon rendezvényekre, meg esküvőkre, pláne hajóra nem, eleve nem mondom. De hogy ez valami elképesztő. Úgyhogy lehet még mondani, hogy még nyugodtan. Tehát, hogy aki most úgy érzi, hogy el akar még indulni, ide még 3-4 ezer embert el tudunk. Mindig 5 ezeret, 6 ezeret, 8 ezeret, 10 ezeret. Lehet nyugodtan jönni, még van hely, még mindig. Már mindenki beszállt, és még mindig nagyon sok hely van. Nem voltam nagyon bizakodó, amikor még így jöttem egy az Árpád híd irányából. Ja, azt hiszem, a sorra gondolsz. Mert tudod, távolról kicsinek néz ki. És ahogy közeledtél. És ahogy közeledsz, úgy lett egyre nagyobb a hajó, milyen meglepő. És amikor ideértem, akkor mondom, amikor így távolból nézegettem, mondom, nem, ez nem lesz nagy buli. Mondom, nem lesznek. Igen. Nem tudom, ez kicsinke ez a hajó. Erre nem fognak nagyon fölférni. És közelebb értem, és láttam, hogy atya úristen, mekkora. Aztán bejöttem ide, és egy kicsit összehúzta magam. Jaj. Szegény kis Jani a nagy hajóba. Most szeretnénk mondani azoknak, akik tegnap előtt is kérdezték, hogy a gyereketeket hozhatjátok-e, hogy hozhattátok volna. Egyébként igen. Ja, bocs. Igen. Nem baj, végül is. Nem, mama majd vigyázz rá, babysitter majd vigyázz rá, szomszéd majd vigyázz rá, ők is biztos jól fogják kérdezni magatokat. Nekik is, meg nektek is kell egy kis szabadság. Persze, na. Így van, majd az élménybe számol az majd mindent. Mindent küldjél neki fotót. Így van. Sanyi itt van? Sanyi? Most jó, mert így is hallanak meg is. Sanyi, ki a Sanyi? Sanyi itt van, tegnap intéztünk neki két plusz jegyet. De szép macska vagy, Sanyi. Igen. Te vagy a Sanyi? Anyának. Sanyi megérkezett? Az ott van Sanyi, nézd ott integetek. Ő úszva jött állítólag a parlament elől. Itt van. Itt van. Akkor két Sanyi van, várjál, itt is integetett egy Sanyi. Csak mondom. Te az a Sanyi vagy? Én az a Sanyi vagyok, igen. Ő az a Sanyi. Az a Sanyi. Hello, Sanyi. Sanyi Somogyból. Sziasztok, igen. Tegnapi történet? Igen. Mit ígértetek neki, vagy ő mit ígért, hogy beszállhat? Csak én tudtam regisztrálni a párommal, és a két gyereket viszont már ja, nem tudom, tudtuk. Ja, tudom, ezt pont hallottam, ment az alkudozás. Igen, enged föl, nem enged föl, ne gyere, jöjjön, beengedjük, nem engedjük. Én mondtam, hogy tök szemét az igen, összes hallottam pont. Igen. Jó, de akkor megjött a gyerekek, és itt vannak mindenki. Most épp a fosztogatják a büfét. Nagyon jó, helyes. Hoztad a készpénzt, amit megbeszéltünk. Jó, csak tedd ide a zsebembe a kest. Jól van. Hallotok rendesen itt egyébként? Hallotok? Okay. Jó. Már jó. Nagyon hangos, akkor meg nekünk visszhangos, tehát ez egy kicsit ez így szakkörözünk, állítgatjuk, hogy nektek is jó legyen, nekünk is jó legyen. Kinek jó legyen, csak mondom, hogy a büfében van puncskocka. Láttátok? Kukuszrút és sióalmalép. Nagyon szeretem. Őrült retro. Gyerekek, akkor már durván, mint egy klassz születésnap. Már egy sió gyümölcslével is. Bármelyik klasszos születésnapnál már durvábbak vagyunk. Csak puncskocka volt. Nem is nagyon mozog, érzitek? Tehát nincs az a kis nagyon gyenge kis hullámzás. Gondolom olyan tömeg, hogy egész egyszerűen, de valami nagyobb hullám kellene. Mert ez a moholó. Ja, hogy állunk azért. Még ki vagyunk kötve. 7 órakor indulunk el, tehát ha valaki még érez magába elszántságot, erőt,
akkor nyugodtan feljebb tornázták most már 1000 főre a belépőt, úgyhogy nyugodtan lehet még jönni. Mondom azoknak, akik szívfájdulva esetleg nem indultak el, mert attól féltek, hogy nem férnek föl, hely. Biztos nem lesz hely. De nyugodtan, mert hogy fönt is elférjen 4-500 a koncert alatt, de közben úgyis össze-vissza leszünk. Mi lesz az irány? Mi lesz az irány? Aha. Hát szerintem észak. Észak, akkor megyünk abba az irányba. Megyünk abba az irányba, ja, csak azért, hogy akkor tudunk integetni majd Dámnak és Dámbernek. Dámb és Dámbér is ott lesz. Igen, nagyon nem fogod elveszíteni az orientációt, mert nagyjából az Árpád ide visszafordulunk, vagy utána. Tehát, hogy azért olyan nagyon ismeretlen vidék felé nem megyünk majd. Szentendre talán, de szerintem még annyi se. Vagy a Megyeri híd előtt, vagy a Nullás. Szentendre. Nem, azt mondom, hogy odáig se. Szerintem Árpád híd után Bója, és ott valahol ott szépen megfordulunk, és jövünk vissza. Így van. 33-szor fogjuk megtenni a lefelé utat. Megszámoltam. Aha, igen. Alakul. Ez lehet, hogy a tiéd. Tiéd, tehát el is szálltál, Ferenc, téged nem hallak. Így van, el is szállt a kis keskeny csípődött. Nem riszáltam semmit. Na most nem jó. Én vettem most ki, jó, ott veszik ki. Most jó, megérkezett Ákos. Milyen? Ő Ákos, nagy tapsot Ákosnak. Ákos, köszönjük szépen. Yes, így van! Itt van Ákos! Neki köszönhetjük, hogy szólunk minden reggel. Így neki van. Is egyébként. És ha nem szólunk, azt is. Na szóval 100 fős a legénység. Minek 100, dolgoznak itt ennyien? 100, na mindegy. 100 fős a legénység, a befogadó képesség, úgyhogy egyelőre még jók vagyunk. Ah, kérdezted, hogy miért nincsenek többen? Ezért, mert 100 fős a legénység. 100 fős legénység kell egy ekkora hajóra. Hagyjad már, hárman elviszünk. Te meg én beülünk előre, aztán ilyen csapatjuk. Ennyi évben kiabálok hátulról. Jobbra! Gyerünk, Jani! Nehogy zátonyra fussatok, írja valaki. Látlak benneteket, tartsatok ki, megyek felétek, csak lekéstem a buszt, el nem merjetek menni, írta Gábor. Ott mentem el a rakpart mellett, őrült nagy sor van, jól tettem, hogy nem jöttem, de megyek melózni sajnos. A kocsit, igen. Gyere, van még hely. Igen. Azt mondja, hogy nagyon fontos, ha bárki a vízbe esne, pánikra semmi ok, nagyon kevesen tudják, de az ember élete végéig képes a víz alatt lenni. De hülyék vagytok. Barna Másnak köszönjük szépen. Elküldte ezt is, köszönjük szépen. Úristen, láttam a sort, ott mentem el mellettetek, 250 kilós sírós vagyok, de már most kamionozok, a kapitánynak igaza van. Spilbi küldte nekünk, köszönjük szépen. Elaludtunk, nem kaptunk taxit, otthon hagytam a telefonom, a férjem, akit Ferenc Jánosnak hívnak. Csöppet feszült, úton vagyok, de inkább Balázsa játszanik most úton a regisztrált jegyekkel. Bernus írta nekünk. Figyeljetek, 7 órakor indulunk el, tehát hogyha valaki még úton van, vagy jönne, vagy úgy érzi, hogy itt lakik a környéken, egész nyugodtan, utána nem fogunk megállni nagyon sehol, csak ha valaki rosszul lesz. Egyébként 10-kor jövünk ide vissza, de 7-ig be tudtok szállni, úgyhogy még bőven van idő ideérni, és kérdezem én, hely is van még, ugye? Tehát még lehet beszállni. Eltűnt a sor onnan? Van még ott sor, láttok? Még mindig? Akkor ne gyertek, akkor inkább maradjatok. Jobb volt maradtok. Nem, még mindig van, de hogy igazából gyerekek, tényleg, óriási nagy ez a hajó. Ugye mi kettőször hajóztunk a Balatonon, egyszer igen. Covid előtt még, egyszer pedig Covid után, ugye tavaly, és azért ott nagyon megszabták, ugye nem is volt tele a hajó. Na most nem volt valami, volt a Dunán is. Volt, ez még klasszos volt ezer éve. Klasszos volt, így van. Ott csak ott minyom volt. Így van, azért klasszos történet volt, hajóztunk, de hogy figyelj, ez a balatoni hajóknál befogadó képességre azért jóval jobb. Szóval, hogy tényleg tudtok jönni. A zenekar már koncert, illetve már beáldogált. Azt hittem, már meg is nem pont, amikor igen, jöttünk ugye 6 óra, akkor álltak be a dobokkal fönt. Szikrázó napsütés, jó idő, felhő nem lesz az égen. Kaptunk szúnyogírtót, vagy ilyen szúnyog csípés elleni krémet. Azt nézegetem, hogy ehető-e, de hogy nem. Egyik ehető. Kenyér egy mézes kenyered belőle. A Wellisünk nagyon drága volt, már megszórtak bennünket. Köszönjük szépen mai szponzorainknak. Törölközővel köpennyelük, ilyen drágák. Mintha fürödnék, mármint fürdünk, persze, hát nyilván érzitek az elsősorban azért. Igen, ez kellemes kamilla illat, igen, fürdünk, csak hát fönt mi nem nagyon fogunk jacuzzizni. Azon gondolkozom, hogy azt a jacuzzit, az hogy darúzták ide be vajon? Ugye ilyenkor ez úgy van, hogy ugye bedarúzzák, az körülbelül ez a jacuzzi, mint ez már 1000 kiló, 1200 kiló körülbelül, plusz vízzel, ez itt sima 1500-2000. Csak ne. Maga a jacuzzi, az hogy emeled ide be? Mert van egy nem olyan tudod. Sejtésem, hogy nem vízzel emelték be. Na az oké, okay, de mondjuk ha csak simán nettóban nézem, hogy ez egy 1000-1200 kilós jacuzzi. Ekkora darúval. Büdös életbe át nem emeled. Akkor viszont, így nem darúzod be. Az úgy lehetett, hogy valahogy megállt a híd alatt. Vagy a híd alatt. És az Erzsébet hídról így leeresztették. Nem, az úgy lehetett szerintem, hogy valahogy megfordult a hajó, és befordult orral. Majd és akkor előrébb van. Tehát befordult a hajó. Be kellett, hogy fordulja. Egyébként ezt nem emeli át a darú. Majd beállt éllel előre, és onnan a darú beemelte az orrába. Vagy így tudom elképzelni. Vagy kiemelték a hajót a partra. Vagy kiemelték a hajót a partra, berakták a jacuzzit, és visszarakták.
igen. Azért nem, most nem azért mondom, hogy nyilván kedves egybegyűltek kedvéért, de szerintem a boomer esetés egyik legmegbízhatóbb jele az, amikor egy jacuzzi kapcsán arról beszélget két felnőtt férfi. Te szerinted hogy darúzták be? Most az ezek a technikai dolgok fontosak. Téma, hogy az Istenbe jutott melyik be, ez a jacuzzi? Lehetne vajon, és mikor be? Azt már mi megbeszéltük, Jani. Szerinted hogy darúzták be? Szerintem megfordították a hajót, szerintem meg alá rakták. Nem, szerintem egy nagy darúval beemelték a közepéről. Nem, de szerinted? Ezek nagyon fontos technikai dolgok. Hogy az Istenbe darúztak be? Hogy az Istenbe darúztak be egy jacuzzi? Nem tudsz a hostess lánya a jacuzzizni, hanem emeled be? Szeretem a jacuzzikat, érdekel a technológia. Én szeretek hajózni. A kettő együtt viszont ezt még nem láttam. Hogy az Istenbe darúzták be ide azt a jacuzzit? Van egy tippem, a hajó forgott. Így van. A hajó forgott. Na jó, oké, mindig. Legyen így. Jó, és akkor még mindig jön a kérdés, igen, hogy a vizet hogy tette. És a vizet, ugye? Érted? Na, na hogy honnan szedsz annyi vizet egy hajón, amikor... És rögzítették olyan Dunavíz, a jacuzzit. Dunavíz van benne, csak mondom, Dunavíz. Megszívta a kapitány a slagot, és utána belefordította a jacuzziba, és kész föltöltött. Kiköpte a snecike. Egyébként lesznek majd játékaink, mondjuk az itt jelenlévő hallgatóknak, azért kell a jacuzzi is, mert egy ilyen vízbe beugrálós, kiugrálós, igazi nyári könnyed kis játékunk lesz. Lesz fagyevés, gyerekek, rengeteg minden. Ahol sok-sok nyeremény, sok pénzt hát lehet nyerni. A klasszikus nyerni. Játék is, ott van a fekete-fehér menész, csak bizony, milyen bizony. Szép, tegnap Feri behúzta, csak mondom. Jövök fölfele. Jön Feri föl. Igen. Ez neked szólt bele. Igen, én nem hallottalak benneteket nem, olyan korán reggel. Mi volt tegnap? Aha. Ki nyert? Nem figyeltél meg mindig a jacuzzit, hogy tarul? Nem. Ilyenkor, amikor nem vagyok, akkor is van egy kis idő, mindig belehallgatok a konkurenciába, és rájövök, hogy még azért nincs akkora baj. Úgyhogy hagyjuk meg háttér zajnak. Igen, hogy mi volt tegnap? Mi történt? Hát behúztad? Igen, tehát te vagy 50%-on, én most már előrébb ugrottam, de még mindig a Jani vezet. Készítem a pénzt. Jó? Jó. Hozhatod legyen is. Így. Lassan. Majd Malackó eltűnt a hajónak a slussz kulcsa, mit keresünk, szóljatok, megtaláljuk. Vagy. A telefonomat, ezt ne, az valahol letettem, ne keressétek, meg lesz majd asztalon, asztal alatt, valahol. Kaptam képet, hogy hogy jutott be a jacuzzi a hajóra. Igen. Megnézzük együtt? Meg. Persze, mindenképpen. Nagyon izgalmas. És megmutatjuk nektek jó, is. Jó. El fogom mondani a megoldást. Szerintem a hajó kellett, hogy forogjon. Máshogy nem történhetett meg. Jacuzzi köré építették a hajót. Na, ez még jó. Írja egy hallgató. Ez mekkora ötlet. Egy daru addig tartott a jacuzzit, amíg alá nem épült az Európa bót. Igen, az Európa. Itt a kép. Na, most már megnézem. Mutasd. Hát mondom én. Most már engem is kezd érdekelni a hát dolog. Nem hiszed nem el. Akarok itt külön kívülébe válni. Oda néz. Nem látok aha. Semmit. De mi felvették videóra? Várjál, az okuláraim nem látom, hogy emelték be ezt a jacuzzit. Fel van véve videóra. Aha. Befordult a hajó. Mondom én, bedarúztál. És lassan boldog lesz, mert megfejti. Oké, gyerekek. Hánykor kezd zenélni a zenekar, gyerekek? Szerintem mi 7-kor. 7 órakor már zenélünk. A zenés kifutást fogunk csinálni. Oké, zenével futunk ki a parlament elé. Nagyon jó. Aki ez a lányok kívül mit fognak előadni? Figyelj, nem készültél, látod? Mondjuk meg őszintén, a mai napban az is belefér, a 4-szer ezt előadják. Ezt várjuk el, hogy a legnagyobb slágerüket, amivel nagyon belenyúltak a gyerekek, igen. Ez a dal, ez nagyon megy. És most közkívánatra 26 óra. Igen. De nem, tényleg, tehát ez nekem az is jó, ha óránként azért az a dal az egyszer előjön, nincs ezzel probléma. Oké, na élőben játszunk akkor, természetesen a hírek után lehet majd jelentkezni játékunkra. Nyugodtan, akik itt vannak a hajó, nem tudom, középső szintjén vagy alsó szintjén, menjenek fel. Ez lehet a legalsó szint. Ez a legalsó szint, így van, mi fölnéztünk, még van egy fedett szint, ami egy kicsit kisebb, és utána ott van a szabad ég, az egyébként tényleg gyönyörű, tehát oda lesz érdemes felmenni. A koncerthelyszín, így van. Úgyhogy nyugodtan menjetek föl, jó? A élőt látunk el, szerintem igen, van élő egyébként, és azt mondja, hogy nagyon halkak vagytok YouTube-on, máshol nyomjátok élőben, nem, nyomjuk, majd egy kicsit adunk rá hangot. Mert jó? A zenekar hangos lesz, akkor meg kapkodni fogsz, hogy megsüketősz, nem? A zenekar az milyen hangos lesz. Milyen volt tegnap a Kicsi Óriások forgatás? Köszönöm kérdésed. Jól vannak a kis... Extra produkciót megcsináltad, amit te magad vállaltál. Így van. Tehetségek jól vannak. Hárfázdi seggel. Igen, és a farokkal festés is jól megy. Jól vannak. Nagyon tehetségesek, nagyon ügyesek, és csak félig középszerűek, úgyhogy jó műsor lesz. Szerintem a Kicsi Óriások 2 ősszel őrületeset fog menni. A döntő irgalmatlanul vasítani fog. A döntőben a balalajkázó szegedi kisfiú viszont mindenkit. Ott van.
Jó volt, este jöttem el, ilyen 8:30 körül, vagy 9 körül végeztem, vagy 8:30, nem tudom úgy, hogy... Tudsz élni te is. Ja, jó, ez tegnap egy sűrű nap volt, de a mozi jó lesz. Jó? Jó lesz? Keressétek a TV képernyőn, kicsi óriások kettőt. Úristen, de kellemetlen... Ősztől a szezonban. Úristen, de kellemetlen lenne azt csinálni, mennyire jó, nem akarnám. Jó, nézzük a fontos kérdéseket. Igen? Jó az Inged Balázs, honnan van? Borbul. Hát azt most nem mondom be. Nem mondom be, nem akarok ennek így reklámot. Hát szekrényből. Tessék? Szekrényből, így van, köszönöm na, szépen. Oké, jövünk mindjárt, jó, senki sehova. Úszó világbajnokságról valami friss hír, ha már vizen vagyunk. Én nem követtem. Mi lett a izének a brazil magyarnak? Vagy az magyar? Nyertünk. Nyertünk? Yes, nyertünk, igen. Jó, hát mondjuk Brazília, mint úszó, megy víziboló válogatott, azért nem gondolom, nem egy kihívás. Minden győzelemnek örülnék. Igen, megyed 34-3, vagy 24, na akkor nagyjából elvettem. Miért volt egy 6 perc, amíg kiment minden magyar vízből, és akkor De ezért jönnek a brazilok, jönnek. Várjál, már világbajnokságon vannak vízilabdából. Tehát, hogy azért ezt így megszoktad, hogy ez inkább egy ilyen európai sport. Uh-huh. Montenegro, mit tudom, Szerbia, Horvátok, olaszok. Ezek mind jók. De az, hogy brazil válogatott vízilabdába, hát nem is volt nagyon eddig, nem? Tehát, hogy ez valahogy így... Semmi, mi Brazília miben jó a kapuérán kívül? Hát a fociban azért nem az. Azért a fociban nem olyan szarok. Jó. Szóval, hogy azért, azért abban nem olyan jó, rossz. Jó, és azon kívül. Igen, jó. De mit adtam nekünk a római? Igen. Na, és azon kívül. Na jól van, 7:30 van. Aki szeretne még beszállni a hajóra, jöjjön nyugodtan. Őrületesen nagy ez a hajó, úgyhogy aki még úton van, ne forduljon vissza. Gyertek nyugodtan, jó? Befértek, jövünk. Mindjárt 7:30 van, pontosan jövünk a hírek után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3:47 lesz, pontosan 4 perc múlva Ferenc már élelmet osztogat a hajón összegyűlteknek. Becsüljétek meg, ki tudja, hogy meddig hajózunk, mikor jövünk vissza. Hogy lesz-e még jó, mit? Jó, ha vigyáztok rám. Még mindig van 20 percünk, hogy elinduljunk. Itt még írják páran, hogy várjuk meg őket. Gyerekek, gyertek nyugodtan, szerintem a 7 óra környékén indul a hajó, úgyhogy abszolút van még lehetőség ideérni. Hát konkrétan... tömegrendezvények, Michael Jackson koncerteket lehetett volna tartani ezen a hajón. Üdületesen nagy, imádom. Tehát, hogy ez nem is lát. Elmész egy sokszor az Európa hajó mellett, hogy nem gondolod Michael a méreteit. Michael Jackson imitátor koncert. Nekünk az jutott, imitátor. Fölmész az emeletre, és nincsenek emberek. Félelmetesen nagy ez a hajó. Egy picit szerintem túlbiztosítottuk magunkat ezzel a regisztrációval, de szerintem, aki hát mikor fogunk egészen konkrétan 7 óra, akkor ezt mindenképpen betartjuk, ezt a 7 órás indulást. 7 óra, mert persze, nem. Kicsit húzni, ne várjunk. 9-ig, vagy... Aki nem ér ide 7-ig, az ja, magára. Az, ja, hogy 9-ig aki nem várunk? Akar jönni, az már nem fog. 7 óra 9-ig. Igen. De. Megvárjuk, míg elmennek az úszályok, és utána elhajózunk. Mert szerintem most még azért bátran megindulhatna. Mit tudom, hogy fél órás távolságon belül van, azért szerintem bátran megindulhatna még, nem? Hát hogy igen, csak hogy ha nem kértél szabadságot, meg mit tudom én. Igen, ha az nincs betervezve, akkor azt úgy nehéz egyébként. De válogatható, tehát ha van valami rokon, aki láttad, hogy tud itt eleget enni és szólnál neki, akkor ha úgy érzed, azt megvárjuk. Hál' Isten minden rokonom messze vidéken él. Vagy láttad, hogy mennyi kaja van, és esetleg Móni még szalad ide csomagolás közökkel. Hát na, bocsánat, de azért gondoskodtak itt rólunk a helyiek, tehát hogy... Piroskás kiskosárba kaptuk a reggeli. Figyeljetek, néztem ezt a kosarat, egészen profi, mert belül ez ilyen hőszigetelős kosárka. Tudsz vele kirándulni, menni öcsém. Hollod öcsém, ilyet én még nem is láttam. Nagyon durva. Ez durvább, mint az, hogy ezt csak úgy, hogy emelték. A technika nagy újítása. Nem akarok benneteket fárasztani, de megnéztem a videót. Igen? Jó, tehát azért ezek engem értek. Súlyos volt? Nem akarom. Nem, most már, ha nem vagytok rá kíváncsiak, akkor... Ezzel fogod zsibasztani a hétvének a gyerekeket is. Beni, nézd meg, Noel, te láttad már? Igen, 6-szor. Na, mindegy, nézd már még egyszer. Még egyszer megmutatom. Na jól van, oké, játszunk egy-egy gyerekek. Lehet. Aha. Van egy játékosunk, már választottunk valakit? Itt van egy hölgy, érkezik hozzánk. Hát Krisztina egy óriási fekete-fehér táblával. És meg tudod a lelkes közönség. Óriási fekete-fehér táblával jött már, de tényleg színileg is, meg ugye a játékkal ezt szerette volna jelezni, hogy ő akar játszani. Szia Kriszta, honnan jöttél? Szia, Fótról jöttem. Mikor indultatok? Ja, hát ez borzalmasan bonyolult volt, majd elmesélem a játék közben.
De metróval jöttem. Az már eleve mindig bonyolult. Tehát a metró az önmagában, a metró és a MÁV, az mondjuk ezt Jani tudja jobban. A metrónál csak a metró pótló a bonyolultabb. Az tehát kemény. Az már übergáz. Felétek jár a metró? Felé most Kőbánya, Kispestől egészen talán Göncz-Áprád városközpontig metrópótló van. Igen. Csokolomárfi bácsi. Így van. Így igen, van. De nem az a baj, hanem például a Göncz-Árpádnál ott tök jó, feljössz, ott van a metrópótló, de a Deák téren, hát ott olyan 400 méter, 500 méter, amit figyeljetek, visszafuthatsz nekem, a metró. Tehát, hogyha valaki most mondjuk az utóbbi, tehát valaki valahol megszületett itt az utóbbi 5-6-8-10 évben, az azt gondolhatja, hogy vagy valójában a metró az csak azért van, hogy a metrópótló busznak legyen egy elnevezése. Tehát, hogy a metrópótló buszt megideologizáljuk. Hát plusz azért van, hogy két metrópótló busz között át tudjál menni igen, valamivel. Igen, ez egy soha véget nem érő történet. Egyszer véget ér. Be, igen, véget igen. ér, és gyönyörű lesz, és csodálatos, és hasítunk Újpestől Kőbányáig. A BKK-nál dolgozol? Vagy itt az vagy, hogy mi van veled? Igen. A fővárostól jött. Hóra reggel inni. Kiküldött a vitézi. Együnk pozitívan. De az fontos egyébként, ez jó, hogy mondod. Igen. Mivel foglalkozol, Krisza, mit csinálsz? Könyvelek. Pozitívan. Egy jó könyvelő az aranyatért, gyerekek. Jó könyvelő. Nagyon. Ismer sok minden okosságot. Így van, ráadásul, hogyha úgy intézed a dolgot. Ő megy a sitre, nem? Tehát, hogy sajnos nem képzeld, az a baj, nem. Hogy a franc. Ugye, hogy az ügyfél... Már próbálta, de igen, nem. Hidd el, hogy... A jó könyvelő az úgy könyvel, hogy csak neked legyen belőle gondol. Hidd el, hogy mindent elkövetek, hogy új jó könyv legyen, de mindig elmondja, hogy nem, Balázs, ez már nem fér. Nem, ez sajnos. Nem, ezt már nem tudjuk leírni. Ez megmagyarázhatatlan lesz. Ezt a számlát nem tudjuk elszámolni. Az ügyeskedésnek is van határa. Igen. Ez végtelenül egyszerű, csak azt szabad csinálni, ami a törvénybe le van írva. Hát, és akkor kész. De jó volt. Igen. Ez egy igen. könyvelő szájában. És vannak ügyfeleid ezután a mondat után? Ha, igen. Nekem is ezt mondták, ezért könyvelek Luxemburgba. Sok cégemet. Igen. Na, ezért írják Jean-Pierre-nek a könyvelő. Igen, Cipruson van. Kivel játszanál, Kriszta, kit választottál? Ferit. Nagyon helyes. Nagyon jó. Akkor kérjünk egy másik mikrofont. Megtapsoljuk, hogy Ferit választottad? Persze, ezért hát ez a taps. Igen. Kit választottál, Ferit? Tapsoljuk meg. Igen, nagyon tapsoljuk jó. Köszönjük meg. Szépen. Megtapsoltuk, hogy Ferit választottál. Ma tapsoljunk meg mindenki. Tartsam én neked, Kriszta, a mikrofon. Technikus kollégák, hogyha így észrevesszük, hogy van egy másik. De én nem... tartom Krisztának, ha azon múlik. Ne hőzöngél, óriás, ne hőzöngél. Ez az, mi van, nem ért még le a kávé, vagy... De ez az, hogy nagyon leér. A második kávé leért, akkor ilyen zabos. Na jó, gyere Kriszta, ülj ide, akkor... tartom neked a mikrofon. Csücsein el emellé. Persze, ide. Lekézizlek, ha érted, mire gondolok. Na gyere, figyelmes vagy. Jobb, mint ha fordítva lenne. Na, milyen itt ülni, jó? Nagyon jó. Iszki mi? Ugye, ízi, vakítanak kicsit a lámpák. Na, jó játékos vagy? Mindjárt kiderül. Ez igaz, egyébként igaz. Így van, kaptunk egy mikrofont. Kaptunk egy mikrofont, tapsoljuk meg a technikus kollégákat. Jó, ma tapsoljuk meg mindent. Jó, ma mindent tapsoljuk meg. Kicsit legyen olyan értelmű. Nagyon vásáriba menjünk el. Ha egy kicsit ilyen cepteres, egy megmutató tud nézés. Tapsoljuk meg Marika nénit, most rendelt meg egy 20 000 forint értékkészletet. Kész vagy, Kriszta? Kész. Nagyon jó. Jó, hangosan, jó közel a mikrofon. Mehetünk, jó? Nem baj, ha nyersz azért. Tehát én most nem ismerem az átlagokat, semmi csak gond. Úgy nagyon rosszul állok. Tehát ezért, figyelj, majd sugok, jó? Figyelj rám. Én sem bánnám, hogyha leszakítanám magamról a Ferit. Tudok, ketten fogunk játszani. Tudok adni külön ajándékot, ha értem. Külön ajándékot? Mire gondolok? Aha. Igen. Ha. Igen. Egy laktózmentes nádudvari kefirre gondol. Mi van, len van a sliccem? Nem? Jó. Na, szállj vissza, nézd csak oda magad mellé, ott az a kosár tele finomsággal, a szalat tudnád vinni, mondjuk pluszban. Van, az az enyém és a Feré is itt van valahol. Mehetünk. Legyen is, jó? Na, 3, 2, 1, fire! Tegnap csináltad a feliratot, amivel jelentkeztél? Trükkös vagy. Ez a felirat már rég készült. Évek óta, mi? Évek óta. Hittél benne, hogy egyszer játszani fogsz. Azt mondtad, hogy akarsz mesélni. Meséljek. Az izgi lesz. Nagyon. Jó. Nagyon jó vagy, Tacski. Már csak 40 másodperc. Érzed, hogy passzív vagy, Kriszta? Nem. Én se. Na most tapsoljál, öcsi. Most sikítsál, mikor Feri bácsi megnyeri. Nagy játék volt. Szép volt, Kriszta. Mondd, hogy új kígyósi vagy, akkor elhiszem. Mondj valamit, Kriszta. Hallod, hogy fóti. Igen, az elsőt még valahogy elsikáltok volna, de a második nem, már annyira egyértelmű volt. Igen, az elsőt még kivágjuk, de nem. Még gyakorolni. Jó van. Jó, Kriszta,
Jó. És ha már így is könyvel, akkor nagy baj van. Könyvelsz, úgy könyvelsz, hogy játszol, mindenki börtönben van már. Jó, jó. Oké. Kriszta Drága, figyelj, kapsz egy olyan, adjunk egy ajándékcsomag Krisztának. Hát egy ajándékcsomag? Na jó, egy ajándékcsomag, azért ide kiülni, lámpák, közönség, azért ez nem egy egyszerű történet. Ó, köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Ja. Nagyon köszönjük. Ja, igen. Tessék parancsolni. Egy balázsékos ajándékcsomag, jó? Puszik vissza, köszönjük szépen. Nagyon drága vagy. Köszönjük szépen. Semmi baj, hát egy 20-asunkba került, Jani, van, ne törődj vele. Így van. Csak nem érdekes. Krisztát sokáig nem kell vallatni a NAV-nál sem. Igen. Volt egy kis okoskodás, ügyeskedés. Igen. Nagyon jó játszott. Többször számoltál olyan számákat, amiket nem szabadott volt? Igen. Sajnos nem a könyvelő a hibás egyébként, csak mondom. Tehát, hogy mielőtt esetleg gondolkozol azon, hogy a péksütemény számládat elszámold, vagy nem tudom, milyen apróságokat, vigyázz, óvatosan. Hát óvatosan. Nem kell, inkább ad, nekem majd én elszámolom. Nem kell egészségtelen dolgokat vásárolni, és akkor majd nem lesz plusz adó, mint például a műzlés, a sverótos tészta, ahogy ezt tegnap óta tudjuk van. Már. Igen. Na gyerekek, ha minden igaz, csak mondom, hogy a minden igaz, előtte milyen időnk lesz. 32 fokban ragyogó napsütésben hajózunk. Tökéletes, köszönjük. Nagyon jó, és úgy támogatja a netrisk.hu, a piacvezető biztosítási portál. Nem tudom, mi van veletek, de így fogtak tapsolni mindenre. És most tapsoljuk meg az időjárás támogatóját. Köszönöm szépen. Na gyerekek, a lényeg az, hogy nem sokára mehetünk fel a felső szintre, mert hogy itt ilyen apró kicsi részletekben fog majd zenélni a Valmar. Zenélnek egy kicsit, hajózunk egy kicsit, megint zenélnek egy kicsit. Körbeállhatjuk a jacuzzit, amiről már hajózunk egy beszéltünk. Jó, hogy mondod. Emléktettem már, hogy fölgyemelték a jacuzzit? De hogy tették? És nem sokára indul az első kis etap, úgyhogy akik itt vannak, azok nyugodtan menjenek föl, csak mondjuk, hogy mi is felmegyünk, jó? Tehát nyugodtan mindenki menjen föl a legfelső szintre. Indul a koncert, és egy ilyen zenés, kellemes napfelkeltés kihajózásban lehet részletek. A fiúk már ott vannak, úgyhogy zenélnek nem sokára, jó? Egy-két percen belül, úgyhogy oszoljatok! És figyelem. Adja el az alsó szintet, tehát menjenek fel a felső szintre, az ott elhelyezett mentőövek, mentőmellények és mentőcsónakok garantálják a biztonságot. Állják körbe, kérem, a jacuzzit, amit nem átlagos módon emeltek fel a hajó testre, erről később egy full HD-s videót is megoszt az oldalán. Sebestyén Balázs, a Kicsi Óriások 2 műsorvezetője. Köszönjük a figyelmet, egyelőre ennyi. Így van, a hajós kapitányok nem hülyék. Igen. Indulás. Jó, oké. Jaj, okay. De beteg na, vagy. Gyerekek, oké, okay, színpadon a Valmar, tehát akkor irány fölfelé, jó? Zenélnek a csatok, mi pedig szólunk a kapitánynak, hogy lassan 7 óra, akkor induljunk el. Jó? Tök nyugodtan itt áldogál velünk. Jó, hát nem rohanunk a 7-ből lehet. Van penya? Vagy nincs? Van. Oké, okay, na indulunk akkor nem sokára, jó? A Valmar pedig nem sokára zenél, úgyhogy tessék felmenni a felső szintre. Kérdezem én kollégáimat, adjuk a zenét is, kiadjuk, adjuk a zenét, koncert is, kimegy adásba is, kimegy. Most megy ki? Kimegy, nagyon de jó, most. Akkor jövünk mindjárt. Mindenkit vár a felső szint, nem mondjuk még egyszer, köszönjük a figyelmet. Te ma hangos bemondó leszel? Jó, oké. Okay. 8 perc, a pontosan 7 óra, jövünk mindjárt. Gyors szellőztetés! Gyerekek, de durva ez! Egy kis deó! Majd itt hídon egy rollert! Úgy iszli a haját, a szép! Na hát szép jó reggelt mindenkinek! Vissza vérem! Let's go.
kívántok a szép világet mindenkinek még egyszer! Hello Rádió 1! Szóval! Kezdjünk neki! Legyen a max energia! Aki ismeri! Aki tudja, hogy jön velük, gyertek! Így reggel 7-kor! Gyere! Visszafélem, csak nincs mit a félnem. Az, hogy egy végem, csak most kezem nézd meg! Visszafélem, csak nincs mit a félnem. Az, hogy egy végem, csak most kezem. Gyere! Hogy van? Kaszinó kockati, meg leszek lopva. Álljött a sorba, beleviszlek a rosszba. Aha, ez hogy ég nem a kocka. Szememmel súrom már lippen a soknya. Mert ez vagyok én egy parafenomén. Meglátod a végén, ki lesz fene tetején. Nem úgy, mint az elején, mikor nevettek a tény. Fia, ha gyere, könnyű a refrén. Egy, két, visszafélem, csak nincs mit a félnem. Az, hogy egy végem, csak most kezem nézd meg, visszafélem, csak nincs mit a félnem. Az, hogy egy végem, csak most kezem. De visszaszív! Yeah. Pörgök a piáton már csörgök. Még egy köret öltök, mögöttem az ördög. Bírom én a trét, ezzel szorom a lét. Az életem a tét, olyan, mint velem is lenne fék. Én a csajok között pakolom a zsét. És kérek még, soha nem elég. Mert ilyen ez a biznisz, és messze a vég. A város még ébren, megyünk egy széjjel. Mögöttünk égjel, minden a térben. A pisztoly a kézben, szóljak, hogy készen. Találkozunk délben a téren. Még az érdem, mert a serint érdem. Együtt imédjel, nálunk az élem. Most is úgy éppen, úszunk a pénzben. Nagyon úgy látszik, hogy nem halunk éhen. Na figyelj, most jön a serif. Na hány reggeli serif van itt a rádió, egy olyan más, ma reggel. Itt a serif, miatt van. Mindenki vár, én még mindenemet tartam fel. Nem maradok lent, a soha nem maradok lent. Nem. A csoga, csibó, álba csinom, mint amíg az lámba piros bele melegedek. Bőlin csak kezdik el, mindenki tudja a nevem a régi telepán. Tudunk fel solni, ha jó? Jöjjön fenn a kéz, gyere! Visszafélem, ja, nincs mit a félem. Na, rúgjunk középen, se tapsz, figyelj! Csak most kezem, nézd meg, visszafélem. Koncept angol, nincs mit a félem. Let's go! Az unyak félem, cse vissza a szín, mint a hív. Visszafélem, csak nincs mit a félem. Az unyak félem, csak most kezem, nézd meg. Visszafélem, csak nincs mit a félem. Az unyak félem, de vissza a szívem. Yeah. Köszönjük szépen! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Kettő perccel itt vagyunk, hello drága hallgatók, itt a hajón, fönt már túl vagyunk egy koncerten, ott 400 ember egyszerre csápolt, aztán így eloszlottunk, van aki kaszinótojásozik, van aki reggelizik, van aki nem marad. Kaszinótojás. Ugye, hát volt, én fölmentem a felső fedélzetre, hogy valami kis update-ot toljak az arcomba, de nem sikerült, semmi nem maradt, már mire fölértem. Leraboltak? Igen, amikor kipokolták reggel a cuccokat, akkor végignézt, és azt na, ez mondom, ez rendben van. Ezek készültek, hoztak eleget. Falni fogunk, most felmentem, és volt egy 3-4 ilyen kis, nem tudom, ilyen leveles tészta morzsa. Mondjuk nézzük meg a táskákat, hát ha. Aha, na mindegy. Hát, ha délutára is pakoltak. De nem baj, ettől függetlenül tök jó, hogy felmentem, mert fönt nagyon-nagyon nagy hangulat van. Minek hívják? Valmar. Nem, azt, amiben víz van is. Jacuzzi. Jacuzzi. Engedd el, jacuzzi. Jacuzzi. Igen, tehát a jacuzziban már egyébként voltak, és ahogy körbenéztem egyébként. Be lehet menni? Azt nem tudom, hogy be lehet menni, de hogy voltak már bele ketten, az biztos. Imádom őket, de jó egy játék. Senki nem mondta, hogy bemehetnek, de ők már beültek a jacuzziban. Mi mondtuk, hogy hozzuk fürdőruhát. Egyébként tök igazuk van, így kell csinálni. A kilátás óriási. Az idő gyönyörű, szép, átintegetem Vittyának, de nem integetem. De jött egy üzenet, azt írják, hogy... Bele volt a császár zsemléjébe. A Karmelitából üzenik, hogy meg kéne indulni, ha nem lesz kis Grófó vagy Beatrice, hogy el kéne indulni. Zavarja őket az ennek. Ez a rockerkedés. Ha nem lesz Ricse vagy kis Grófó, el kéne indulni. Valamely esélyen, Ákos is az értelmiség kedvéért. Mekkora duha köztünk olyan. Mekkora duha. Nem szóltunk oda föl, vajon?
De, hát ezt mindenhol ezt lehet mindenhol hallani most. Igen, nem hiszem, hogy ezekon a tripla golyóálló üvegeken áll. Drága Peti, azért nagyon-nagyon külszegénykém, azért hát le a kalappal, és nagyon szépen köszönjük neki azért, hogy ezt így bevállalta ilyen hangszálakkal, hogy ezt a bulit még nem mondták le, azért igen, ugye tudjuk az ő igen egészségi állapotát, azért sok helyen lejött, ugye, de ezt mi nagyon értékeljük, hogy azért ezt ő így bevállalta, és végig tolja. És hangszálait, mindent feláll. Igen, hát ez énekesnek egyébként se könnyű a reggel 7 órás dalolás, ugye? Nem állnak úgy. Nem erre vannak berendezkedve, persze, de ilyen hangszállal és ilyen gyulladással. A basszer még elbóckodik ott valahogy másnaposan, tudod, de azért az énekesen látszik. Igen, de tényleg ezért mi baromi állások vagyunk. Nagyon aranyosak, nagyon köszönjük, szépen köszönjük szépen. Ami nagyon megdöbbent, egy kis hajókkal követnek bennünket. Láttátok? Így van. Egyenruhás emberek. Egyenruhás emberek, és integetnek, hogy álljálljálj. Igen, és integetnek, hogy ki a partra. Igen, a kapitányt itt hagytátok, álljatok meg. De hogy jönnek utánunk ilyen kis hajóval, úgyhogy nagyon, olyan nagyon helyesen. Olyan finoman indult el egyébként az Európa Boat. Boat? Hogy én észre se vettem, tehát fölmentem, és meg kellett kérdezni valakit, hogy már elindultunk? És akkor mondták, hogy nézd ki, hülye gyerek, a partra, érted, vagy a partot tolják, vagy mi haladunk. És akkor gondoltam, hogy akkor mi haladunk már. Észre se vettem, amikor kifutottunk. Igen. Ilyen jó kapitányunk van, látod? Hát igen. Nem ugratta meg a hajót. Hát meg túl sok a dekolt, ez nem tudok én sem mindenre odafigyelni. Igen. A bálna felé megyünk el, kérdezi egy hallgatónk. Megyünk, majd visszafelé. Persze, lemegyünk a bálnak, ott fogunk valahol fordulni. Hát az ugye Petőfi Lánymenesít között, sőt még lejjebb is megyünk, majd valamikor ott leszünk, persze, megyünk többször, úgyhogy fogunk ott is fordulni. Az egyelőre nekünk most még ellenkező irány. Az teljesen, mert János, éjszakra megyünk, ugye? Árpád híd az irány. Így van, Fekete Erdőnél fordulunk. igen. Na, azt mondja, hogy gyorsan egy közlekedési hírünk, ha van, M0-ások... Hajóvonták találkozása tilos, M0-ason egyébként minden rendben, az M3-as bevezetőn a Szerencs utcánál már nincsen baleset, úgyhogy jól lehet haladni. Köszönjük szépen, ha van friss, akkor 0623-111-111 az SMS számunk, és lesznek majd játékaink is, ugye a Nádudor játék a kezünk, nem csak fél után nem rohangálunk, lesz egy jacuzziba kibeugrálós, velliszes játékunk is, és lesz majd... Egyéb izgalmas játékunk, ugye Norbis játék? Lehet nyugodtan, persze. Igen, abszolút. Úgyhogy Norbis játékunk is lesz majd, jó? Mm-hmm. Illetve képzeljétek el, hogy megérkezett a hajóra Erzsike. Zumba Erzsébe. Zumba királynője. A 72 éves Erzsike! Kérem, János, szól is fel a hajó közösségét, hogy ott 9 órakor fáradj. Ott is van. Erzsike nagyon cuki. Légy szíves, a hangos bemondóba közölt, hogy 9 óra után zumba oktatás van fönt a hajónak a legtetején. Csak röviden egy kérnénk szépen. Kedves utazó közönséget tájékoztatjuk nagy-nagy szeretettel, hogy... 9 óra a magasságában a felső fedélzeten Zumba Erzsébet prezentálásában Zumba 10 percet tartunk, mindenkit szeretettel várunk, aki éhes egy kis mozgásra, zsírégetésre, nevetésre, mosolygásra, kortól, nemtől, vallástól, függetlenül. Köszönjük! Ugyanitt feltűnően ronda kisfiú várja anyukáját. Feltűnően ronda kisfiút kérjük, kicsit jöjjön beljebb a korláttól, vagy menjen kijebb, döntse már el a rohadt életbe. Vagy végre mi az Istent akar csinálni. Most megyünk át a Margit híd alatt. Látod? De most? Ebben a pillanatban nem megyünk a nap, át. Nem lement a nap, érted? Hanem az élet sötét. Mi? A Margit híd alatt. Így van. Na hallottátok, hogy mi történt tegnap ezzel az úszó csajszival? Jaj, szegényke. Műugró csajszival. Ez egy nagyon durva történet. Nem tudom, hogy hol te időtök műugrás nézni. Ritkán néz az ember. Ez egy olyan sport, amit akkor nézze, ha egy ilyet olvasol. Nem? Hogy mi történik valójában? Hát nem, de amúgy de. Hát figyelj, szóval azért... Ja, ez a jó szó. Ülünk, de nem ülsz le azért a tény ez a jó elő, szó. Hogy júj műugrás lesz, nézzük meg. Szerintem a műugrás azok sportja, azok nézik, akik azt csinálják, akik edzők vagy családtagok. Tehát nagyjából a nézettségi görvét így tudnám kimutatni a műugrásnál. Kevés érdektelenebb sport van a műugrásnál. Én sokáig gondolkodtam rajta, és megpróbáltam megfejteni, szerintem a műugrás az azoknak a sportja, akik ezeket a kunsztokat fölfele nem tudják megcsinálni. Vagy félnek, hogy keményre esnek. Például.
Az a bajom az ilyen sportágakkal leginkább, hogy az mindegyik ugrás ugyanúgy néz ki. Tehát egy meccsen tudok különbséget tenni, hogy ez 2-0-ra nyert, ez 2-1-re nyert. A teniszt is értem. De itt, hogy tartotta a bokáját, hogy érkezett a vízbe, nem látom, mint a síugrás. A síugrásban is mindegyik ugrás pontosan ugyanúgy néz ki, és agyon pontozzák, és a lábtartás, nem látom. Mindegyik ugyanolyan. Egy síugrás látta. Meg azt, hogy fordul a levegőbe, hányat fordul a levegőbe, ezt csak látod. De szakmailag hogy ér a vízbe, fenékkel vagy fejjel. Mivel egyszerűbb egyébként a labdarúgás, mert a gólt meg a szögletet simán meg tudod egymást. De most nem mondta, hogy izgalmas sporták. Na, szóval, hogy szépek a csajok, jók a fürdőruhák, ott beugrálnak utána ilyen jacuzzikba, meg ilyen melegvizes medencébe, de hogy tegnap szerintem egy csomóan azért nézték, mert történt ez a hír, ugye? Szegény. Beugrott ez az Álvarez nevezetű hölgy, és ugye hát azért vagyunk benne érintettek, mert itt történt Magyarországon. Anita Álvareznek hívják. Igen. És rosszul esett, vagy rosszul ugrott, azt nem tudom, hogy vagy a vízben, vagy már a levegőben elvesztette az eszméletét. Nála már korábban is előfordult ilyen probléma, tehát szerintem a Merkel meg is mondta, hogy ez nem az ő sportja. Hát igen, hát mondjuk tényleg. Mekkora duma. Merkel elmondta, hogy hát ez nem a kisasszony sportja. Igen, valami más kell csinálni. Ha elteszelek itt ájulni többször, kérem szépen ugrás közben, akkor lehet, hogy el kellene menni golfozni. Hát persze, vagy el kellene menni esetleg valahol füvet nyírni, nem, doktor úr? Hát ez nem az ő sportja. Amit még nem javasolunk, az például a bázisugrás. Tehát, mert ott azért, na, tehát, hogy ott is lehetnek problémák, hogyha elájulsz ugrás közben. De mondjuk, ha ezt már többször csinált, akkor tényleg el kéne gondolkozni, hogy ez a tiéde, nem? Hát igen, de persze, ez a második alkalom, hogy olvastam. Na most az van, ugye ott vannak a vízimentők, ez egy baromi érdekes dolog, ott vannak a vízimentők, akik viszont nem ugrottak be, ugye, és ők azért ülnek ott egyébként, hát milyen unalmas egyébként ilyenkor vízimentőnek lenni, meg úszóverseny vízimentőnek lenni. Ugye a legfölöslegesebb sportág, hogy szokták mondani. 100 hát döntőjébe vízimentőnek lenni, tehát effektíven nem kell beugrani. De most kellett volna, hogy ugorjanak, viszont nem ugrottak be, és az edző ugrott be, és volt egy víz alatti kép, ahogy a nem tudom, 8-10 méteres medence aljára, az ájult csaj már így süllyed lefelé, mint egy ilyen tekegolyó, és ez csak az edző megérkezik, és elkezdi fölvinni a csajt. Ott milyen jó, hogy az edző le tudott odáig úszni. 10 méterrel edző lennék, meg külön a bajom. Nem látott, hogy ott a kis sportoló, de nem tudsz lemenni. Tehát szerencsétlen, mert nem ugrottak be a vízimentők. Igen. És ebből megy most aztán az üzengetés, hogy miért nem mentek a vízimentők, mi történt? Hát a finának van egy ilyen szabályozása, hogy a finának. Ja, mást értettem. Tehát, hogy annak is van, de annak is van. Van egy szabályozása, nagyon fontos, hogy a vízimentők csak akkor léphetnek akcióba, hogyha a bírók jeleznek nekik egyértelműen. És itt nem volt meg, amire a bíró nem látta? A bírók nem jeleztek, aztán amikor ugye az edzőnő beugrott, akkor már a mentők is, a vízimentők is úgy gondolták, hogy na, akkor eljött az ő idejük, akkor nekik is kell segíteniük, és hál' Istennek nem is lett probléma. Oké, mit hiszel, amikor így látod, hogy maga tehetetlenül beesik a versenyző, és elkezd süllyedni? Ott mit gondolsz, hogy ez a gyakorlat része? Hogy hát igen. Ugye? Ja, azért nem értem, hogy miért nem jelzett a bíró. Meg, hogy gyerekek, meglátott, baj van. Meglátott a medence olyan egy euróst is. És gondolta, keres egy kis pénzt. De azt nem tudom egyébként, hogy, tehát, hogy a levegőben történik valami, akkor ott nem ugrik be a vízimentő, mert megzavarja a gyakorlatot. Oké, de ez a szerencsétlen már benn van a vízbe, és elkezd süllyezni. Ott a gyakorlat a véget ér. Tehát ugye a FINA arra hivatkozik, hogy a szabályok nagyon egyértelműek, azért nem ugorhatnak be a vízimentők, hogy nehogy esetleg megzavarják a gyakorlatot. De a gyakorlat magában levegőbe történik, igen, a vízbeugrás, meg akkor történik, amikor ez a szerencsétlen versenyző agyonüti magát a vízbe, és elájul, ha csak nem látod, hogy mondjuk már levegőbe is elájult. A vízbeérkezést még pontozzák. A vízbeérkezés, oké, de azt a vízbeérkezés után kezdett el a csaj süllyedni, és a vízimentők várták, hogy jelezzenek a bírók, hogy ez már nem van a medence alján, és keres valamit nagyon. Miért nem tájékozottak, miért nem beszéltek a Merkelivel előtte, hogy ez a sportág, ez mettől meddig tart, és hogy kinek? Az még vajon a... És szegények, aztán képzeljétek, mi lett az egész történetek a vége, utána lepontozták. Hát, de János, hát, most érted? Hát elájul. Hát de még hát azért, egy. De nem hiszem, hogy azért pontozták le. Nézd meg, még el is ájult. Nulla. Hat pont. A lába is szétnyílt, és még nézd meg, még el na is most ájult. Nézd meg, hogy esett be a vízbe. Na. De miért, ha egyébként én jól megugrom 10-esre a gyakorlat, és utána nincs egyéni jogom elájulni a medencébe? Annyira örülök a gyakorlatnak, hogy én elájulok. Ez saját magamtól. Én minden nap elájulok magamtól. Ez életem ugrása volt. Életem ugrása, elájulok, akkor engem azért ne pontozzanak le, mert én utána elájultam. Könyörgöm, a vízbe esésig tart a gyakorlatom. Utána én halakat is hajkurászhatok a medence alján tulajdonképpen, nem? Viszont az edzőn a 8 és felett kapott. A beugrás, csak a beugrásra képzeld, de a föntről ülik. Kiváló gyakorlat, nem én az edző vagyok, hozom már is a tanítványt. Azt mondják az edzők, hogy vagy a vízimentők, hogy amikor már látták beugrani az edzőt, igen, akkor ők is beugrottak, de még akkor mert se kaptak... Mert hogy kezdődik a buli. Akkor se kaptak jelzést a bíróktól. És a vízimentők azok már saját gondoljukra ugrottak be, miután látták, hogy az Álvareznek a spanyol edzője,
már éppen 8 méteren küzd hát a levegővétele, hogy felhozza a versenyzőt. És úgy döntöttek, hogy az amerikai versenyző segítségére sietnek, anélkül, hogy bírói engedélyt kaptak volna. De azért a bírók mit csinálnak? Hát nézte a pontozó tábláját, mit csinál, nem is látta. Hajtsa persze, a nullát. Hogy mennyi a 8,2. Hol van a ő lehet, hogy akkor már nem nézi, érted? A bíró az addig nézi, míg be nem esik a vízbe. Na, de hál' Istennek. A bírónak sem... végignéznie kell, hogy följön-e a vízből. Elmondták, szép gyakorlat, na, együnk egy kávét. Elindultak a bírók, és azt mondták, gyere Juanita, együnk egy csonkás szendvicset, annyira szeret, annyira jó ez a magyar konyha, együnk egy kaszinó tojást. Elmentek, és ez a csaj meg ott úszott közben, vagy nem úszott, lebegett a medence hát alján. Ő vízbeérkezésig pontos, hogy utána mi történik, az már a bírót nem kell érdekelje. Tehát ők nem figyeltek rá. Nem. De tragédia nem történt, hál' Istennek, hát, nem lett belőle semmi különösebb. Egy percen belül sikerült kimenteni a vízből, tehát... Egy fontos dolgot tegyünk erre egyébként, hogy nem ugrott sehova, mert hogy ő egy szinkronúszó csaj. Ennyit mondtunk. Igen? Csak rossz. Nagyon jó, óriási. Újra megveszik a hírt. Okay. Hallottátok, hogy mi történt a 25 éves amerikai szinkronúszóval? Nem, mi? Felejtsétek el az ugrát. Ez nem, tehát ők... Jó, akkor megvan. Akkor ő nem műugró volt? Nem, felejtsen. Nagyon 12 perce beszélünk meg úgy egy hírt, hogy... Tedd meg, légy szíves, nagyon picit pontosabban vezetett fel ezeket a híreket, okay. Jó? Felejtsétek el, amiről eddig beszéltünk. Ennek még csak egy kávé van, tehát... Hogy hallottátok, hogy mostanában zajlik a finaúszó Európa bajnokság? Igen, nagyszerű eredményeink vannak. Azt hiszem, Budapest. Hallottátok, milyen borzalmas dolgok történnek szinkronúszás közben? Nem, mik történnek? Képzeljétek el, hogy a spanyol alvar ez, aki amerikai... Akkor viszont így értem az egészet, várjál. Hát az a csaj nem ugrál se onnan sehova, tehát ez elsüllyedt, miközben... Kintelt a két lába, és ő forgott. Aha, na igen. Most fejtettem meg, hogy mi történt. És a bírók... Csaj, te jó! Te szeretem úgy megbeszélni, hogy a bírók meg megpróbáltak ellenőrizni. Rájöttem, ez nem ugrott sehova, ez szegényképp elájult. És a bírók meg azt hitték, hogy mindjárt jön vissza, mert ez a gyakorlat része. Igen, és aha. Mivel ő szóló szinkronúszó volt, tehát egyedül versenyzett. Nem volt mihez hasonlítani. Nem, azt hitték, hogy ez a gyakorlatnak a része, hogy ilyen sokáig van lenne. Mert ha ketten lettek volna, akkor meg tudták volna számolni a lábakat. Így van, egy láb, két láb, kettő, három hiányzik. Akkor valami gond lehet. Ugrás. Szerintem az egy tök szép mentés, hogy a megszólalásban egyébként úgy beszélsz valamiért, hogy a végére rájössz, hogy még tudsz menteni. Sokkal rosszabb úgy elmenni hírekre, hogy a hírek alatt jössz rá, hogy full hülyeséget beszélsz. Tehát akkor nézzük, a csaj nem ugrott. Nem ugrott sehonnan. Szinkronúszott a lelkem szegénykém, és ezt csak azt mondta, hogy pak. És erre mondta a Merkeli, hogy ez nem neki való sporták, hogy többször elájult a csaj, miközben bárjá, volt bárjá, a medencében. Kaptunk egy plusz információt, ez valójában tavaly történt egy lovas póló világkupán, és beleakadt a kengyelre a srácnak a lába, picit húzta maga után, és ott aztán aki magától megoldott a helyzetet. Francia. Így egy francia gyerekről van szó. Nagyon fontos egyébként, hogy nem fina Európa bajnokság, hanem világbajnokság. Jó, csak hogy tegyük, akkor tényleg tisztában a dolgokat. Bajnokság? Ja, jó. Várjál csak, azt mondja, hogy erről egyébként egészen konkrétan... Jó, csak szeretném jelezni, hogy egészen pontosan a történelmi hűség kedvéért, tehát fina a világbajnokság, és nem szinkronúszó, vagy nem műugró, hanem szinkronúszó. De most minden más egyébként ebben a megszállásban nagyon-nagyon rendben volt. Hol vagyunk, azt, és kik ezek az emberek? Igen, miért megyünk egy hajón, és mi történt tegnap óta? Nem értem. Szóval akkor a Csajci, várjál, akkor Csajci elsüllyedt, és akkor viszont értem a dolgot, akkor a vízimentők azért nem ugrottak, mert ugye azt hitték, hogy majd visszajön egy lábterpesszel. De ott és ez keres. A gyakorlat része. Várták, hogy hopp! Hopp, kiugrik egy orcsipesszel az orrán. Állj már meg, hát ott nagyon keveset vagy a víz alatt. De akkor a vízimentő, várj, akkor a vízimentő nem tudja eldönteni, hogy most én mitől ugorhatok, hiszen megzavarhatom a gyakorlatot, igen. Ha azt gondolom önszántamból, hogy én beugrok úgy, hogy közben ő még csinálja a gyakorlatát, csak erőt gyűjt a medence alatt. És az edző vette észre, hogy ez már nem a gyakorlat része. Jól jövünk vissza. Igen, de szépen ez jó. Átmentünk az eskanyarodat, de most ott ráfordultunk. Így van. Észrevette az edző a fina világbajnokságon. Pontosan. Hogy nem jön föl a csaj, beugrott, és aztán ugrottak a vízimentők. Valójában nem rosszul lett, hanem a Swarovski orcsipesz lecsúszott az orráról, lesüllyedt a medencének az aljára, és mivel az az egyetlen orcsipesz 2 éves költségvetése a mexikai szinkronúszó szövetségnek, ezért lement érte. Egy hallgatói észrevétel jött, jó hajón vagyunk? Nem? Igen, jó helyre szálltunk. Nem keresnek bennünket az Európa hajón? Nagyon, hogy esetleg rossz hajóra szálltunk, és beszélünk valakihez, de igazából nem biztos, hogy magyar közönség áll előttünk. Szóval akkor, és akkor már viszont értem a Merkelit is, várjál.
Tehát akkor ő viszont ezért mondta, hogy ha te többször elájulsz, igen, miközben neked a gyakorlatot kellene végrehajtanod, aha, így akkor már van létjogosultság annak, amit mond, akkor valószínűleg tényleg nem feltétlen neked való, hiszen ha te gyakran elájulsz, miközben neked a gyakorlatot kellene megmutatni, akkor tényleg el kéne azon gondolkozni, hogy nem hát, biztos, hogy ez neked való sport, így jobban értem, mintha beugrott volna. Nem azért mondom, de jó? Igaza van a Merkelinek, de én azt gondolom, hogy ide még ide kívánkozna ebből a szempontból még néhány sportág. Tehát például szerintem óriás műlesiklás közben sem célszerű többször elájulni, nem? Tehát, igen. Hogy, igen, ott is kell. Ugye, lehet, egy pici helyesbítés még hagyd tegyek. Egy pici helyesbítés még hagyd tegyek. Vége volt a gyakorlatnak egészen pontosan. Aha, és már úszott, és már úszott kifelé, amikor is aztán elkezdett süllyedni, és erre ugrott be Alvarez edzőnője, csak hogy egészen pontosak legyünk a megszólás végére. És még egy apróság, hogy nem Merkeli, hanem ez a Berkeley Egyetem. Valójában itt egy félreolvasásról van szó. A Berkeley Egyetemnek a rektora volt az, aki ezt a megjegyzést tette. Azért ennyi gyerek. Híreknek még nem örültünk ennyire. Jó, azt gondolom, hogy precízen, pontosan, újságírói alapossággal nagyon utána jó jártunk annak, hogy mi történik a fina, vizes világbajnokságon tegnap. Hogy egy kis plusz koffein most fogyasszunk, ne is főzzétek meg, megrágom, lenyelem, iszok rá forró vizet. Új érző szükségünk van rá. Köszönjük. Így van. Fél nyolc után megbeszéljük az idén itt Magyarországon zajlódó lovas derbi világbajnokság legfrissebb híreit is. Egyébként ennek fogunk utána járni. Játszunk egy jót? Igen! A francba! A francba a vizes világbajnoksággal, ahhoz értünk. Illetve jeleznénk még egyszer a fokozottan és egyre jobban ellenszenves, durván csúnya és szemtelen kisfiúnak. Jöjjön el a korláttól, mert a kopaszigátnál úgy ki a partra, mint annak a rendje. Kit érdekel az anyja, meg az apja. Jövünk mindjárt. Fél nyolcan pontosan itt vagyunk a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Hello! Hello. Jó idő van itt fönt is. Hát ennyien vagyunk itt fönt. Jó reggelt. Hello. Mindennél szürreálisabb, hogy ülnek a jacuzziba. Ahogy én főjöttem. Ez teljesen jó. Imádom. És az előbb volt egy olyan, aki egy hideg sörrel. Hát azért, na, csak oda teszed, nem? Figyelj, és ők csak majdnem majd megszólaltatjuk őket, imádom. Tehát följössz a hajulak a tetejére, és itt mint egy más buli van. Lent a visszafogottabbak, itt meg ülnek és söröznek a jacuzziba. Hát itt van fönt a rendes buli. Kicsit majd olyan... a 5 perc múlva váltsatok már tényleg, mert mindenki nem fér bele egyszer. Nem olyanok, mint akik felfedezték, hogy üresen van hagyva egy kertesház, vagy egy jacuzzi, és gyorsan rátmásznak a szomszédba, és beültek. Ilyen nagyon szeretem. Kinyitottad a hűtőt, kiloptad a sört. Nagyon jó. Lehet, hogy őket is a Velis hozta? Tehát, hogy így vannak ne, ilyen... Mit kéne csinálni? Jönni kéne ülni a jacuzziba, és mosolyogni, hogy milyen kellemes termékek ezek. Igen, 1200 plusz óra, vagy per óra, ezt tudjuk fizetni, de meg vagyunk. Gyerekek, ha valaki valahol látta a Jánost, adja vissza. Szerintem a konyha tehát, környékén keressétek, hogy csomagolna. Lehet. Vagy beszorult a budiba, vagy csomagoltat, vagy... Figyelem, figyelem! Vadon Jánost várják a felső fedélzeten. Vadon Jánost takarodj ide, mert megverlek. Igen, hol van? Mit csinál? Na mindegy, majd megérkezik. Jól van, viszont nekünk vannak ugye játékaink is, miután nagyon kellemesen megbeszéltük a szinkronúszást. Még egy helyesbítést megengedtek? Hogy van még. Már csak annyi, hogy nem egyedül volt a medencébe, mert egyedül mással nehéz szinkronúszni. Basszus, tehát tényleg. Tulajdonképpen megjött még egy utolsó pontosítás, hogy nem egyedül volt. Ja, tehát, és nem spanyol, hanem... Igen, és nem mexikói, hanem amerikai. Minden jó. Más egyébként a hírrel kapcsolatban rendben van, úgyhogy köszönjük szépen. Ezért vagyunk mi egy nagy család. Tehát, hogy mi elindulunk a mezőn valamerre, és ti, mint a bárányaink, aztán szépen visszatereltek bennünket az akolba. Ezt így egymással így szépen megterelgettük. Itt mi újság? Feltűnően formás, koraérett kisfiút kér... Ja, itt vagyok. Minden oké, rendben vagy? Kiszabadultál? Persze, kicsit nagy volt a sor a kávéna. Ja, nagy és volt nem a mondtad, a hogy te egy híres műsorvezető vagy, hogy nem ismernek föl, hadd menj előre. Na, szóval... Akkor játékunk van. Rádudvari grill kolbász, gyakorlatilag legszebb séfje van mellettünk, Serényi Zsolt. Hány kolbászt csináltunk meg eddig, Zsolt? Összesen ezen a nyáron mondjuk, vagy alatt a 13 és fél perc alatt szerintem egy olyan 400 darabot. Jó, és eszik szépen a népek. Egyelőre még 400-at azért tudunk nekik adni, azt mondják, hogy finom. Jó, de tudod, hogy mi a feladat, hogy most ezzel a grill kolbásszal kell megjátszassunk valakit?
Igen, készültem, a tűzforró grillkolbász be van készítve, úgyhogy nem csak vicces lesz, hanem fájni is fog. Nagyon jó, ezt szeretem benned. Látod, ő szereti a bátorságot. Gyerekek, azért ennek itt van egy hangulata, hogy itt hajózol a Dunán, közben kolbászillat van, négyen továbbra is ülnek a jacuzziba, rendelik a söröket, borokat, közben minket kis hajóval. Követnek minket kis hajóval, gyönyörű az idő, tehát ez tényleg nagyon szép és nagyon-nagyon klassz, közben nem sokára majd a Valmar újra zenél, úgyhogy azért ez nagyon-nagyon jó. Ha valaki úgy érzi, még az északi összekötőről tud egyet ugrani. Jó, hát csak azt mondom, hogy még arra felé hajózunk. Valahol egyébként a pont az úszó aréna és a Margit sziget között vagyunk, és hagytuk el az Árpád hidat. Hát ha Marina partról beugranátok, ja, tudtok jönni. Így van, ez már a római. Úszát. Ez már a Margit szigetet már elhagyjuk, ez a római. Laknak, nem? Egy kicsit följebb, vagy lejjebb, bocsánat, lejjebb, mert most megyünk fölfel. Igen. Karina! Porszívós kémi anyát hazaér, jó? Attól, hogy szünet van, még ne gondold magadra azt, hogy azt csinálsz, amit akarsz, jó? Meg hogy igen, jó? Meg hogy igen. Azt nem, nem, tejet, kenyeret hozzá. A túró megrohadt. Igen, a teljesnek írt ki a sajtból elég. Na, játszunk egyet. Hol vannak a játékosaink? Egy játékosunk? Hello, hello Orsi, gyere Orsi, te vagy? Kettő játszotok? Egy játékos, gyere ide Timi, csak láttam, hogy mind a kettőtökön név van, ezért nem tudtam. Gyere Timi, hello, hogy hívnak? Ciao. Sziasztok, Timi vagyok. Timi, hülyeség, mert ott van rajtad, igen, honnan érkeztél? Szia Timi, hogy hívnak? Erdélyből, Csíkszeredából. Jaj, te jó, de jó, nagyon szépen köszönjük. Szered a jaj. Nagyon jó. Játékunk nagyon egyszerű és nagyon könnyű, velünk fogsz játszani, jó? Hmm. Nagyon egyszerű a dolog. Annyit kell csinálni, hogy be kell tenni annyi kolbászt a szádba, nem János, nem mondj semmit, be kell tenni annyi kis apró falat kolbászt, amit találsz ott, azt be kell tenni a szádba, utána húzol egy kártyát, ami mi nem tudjuk, hogy mi van. A feladatod pedig az lesz, hogy elmond nekünk úgy, hogy mi megpróbáljuk kitalálni, hogy te mit akarsz mondani. Ehhez viszont sok apró darab kicsi kolbászt kell a szádba tömni. Szeretnél-e mustárt kérni hozzá, szeretnél-e kenyeret, nem? Nem, nem. Istenem. Nem a mustárt. De igen. Egy kis mustárt tegyünk már, mert ahogy beszélsz és bugyog ki a sárga mustár, az nekem tetszik. Ne égessetek szét. Dehogy is, ne viccelj. Az a baj, csak hülyeséget tudok érzni, szereted a kolbászt. Hát nem, szereted? Nem vagy vega, nem vagy vega. Nem, nem jó, vagyok. Azért most vega lettél volna, az elég nagy érvágás, tehát akkor más játékos kell keresnünk. Jó, ott vannak a kártyák a hostess lányainknál, de még egyőre nem tudjuk, hogy mi van rajta. Jó, egy szót kell elmondanod, ha sikerül bennünket rávezetni arra, hogy mi a szó, akkor megvan az ajándékod. Na, a nádudvari kolbászok közül a klasszikus ízesítés szereted jobban, a kicsit ezt az osztrák fehéret, a kis vékonyabbat, a jobban átsütöttet, melyiket választod? Hát egy jobban átsütöttet. Helyes, jobban átsütöttet. Csak mondom, a legjobban sütött át. Csak mondom, hogy egy ilyen grillsütő az ajándék. Jó, úgyhogy ezt szépen be tudod. Nem tudom, hogy egy ugyanilyen tetovált fekete pólós grillsütő. Igen, így van, napszemekben tetoválása. Itt van ez a gyönyörű, nézd meg. Annyi, hogy ezt szerintem kézipodgyászba fel tudod majd vinni, ha repülsz. Ha kocsival mész, akkor nagyon könnyen el repülővel mennek, úgyhogy ez 50 ezer lesz az, ami nézd. Ne így zsettel menjetek, a Ryanair-re, mert nem viszi el. Jó? Tehát a Ryanair és a kormány most úgyis üzenget magának, úgyhogy vigyázz. Nézd fel, egyébként van is benne valami. Mutasd, nézd meg. Ja, hagyjál. Jó, van már ilyen szép a kertben, vagy valami hasonló? Van kemence meg grillsütő. Kemence meg grillsütő. Jól van. Na nem baj, azért ezt elvihetett kézipodgyásznak. Hát, jó? Na, még akkor plusz egy. Na, nézzük akkor, jó? Jöhetnek ne, a kolbászkát. Ne fulladjál meg, Tibi, ne fulladjál, mert nem akarunk Heimlich-féle műfogást csinálni. Tessék? Egy kicsivel kezdve. Hát kezdheted, de azért ez... Igen, nem kell legyen az benne, a lényeg, jó? Hogy be kell tömni a szádba, tehát itt most nem az a fontos, hogy megedd őket, igen, hanem hogy szépen tedd csak bele tedd a szádba. Így van, tedd bele a szádba, jó? Jó, és közben majd beszélgetünk. Nyugodtan, persze, csak abszolút. Itt tegyed jobbra, balra. Abszolút. Te ne számold, majd mi számoljuk. Majd mi számoljuk. Nagyon menő. Te dolgozol, Timi? Uh-huh. Nagyon jó, alakul, nagyon alakul. Picit szűkszabóvá vált. Kivel érkeztél? Barátnőmmel. Hát ez még semmi. Orsival? Orsival. Repülővel jöttetek? Timi, repülővel jöttetek, vagy kocsival? Repülővel. Hogy tetszik mondani? Nagyon csipa kolba. És mikor érkeztetek tegnap? Uh-huh. Igen, tegnap késett 5 órát a repülő. A fapad az ilyen. Tegyél bele nagyobbat is, az jobban tömít. Jó? A grillkolbát, melyik volt az? Biztos, hogy nagyon komolyan. Mi volt a jeled az óvodában, hörcsök? Igen, Timi? Gomba. Gomba? Gomba? Azt még értettük, tegyél még egy. Másik jó? Oldalra, ott még van egy kis hely. Meg ne fulladj, mert nem tudunk újraéleszteni. De a mumszot már legyógyítani. Oké, nagyon jó, mondj valamit. Mondd ki, hogy nádudvari. Mondd ki, hogy nádudvari.
Nagyon jó, most kell húzni egy szót. Húzz egy szót. Tessék, húzz egy szót, nézzünk oda. Ki kell találnunk, hogy mit akarsz mondani, jó? Ha azt mondod, hogy fuldoklom, akkor jelez. Kicsi kolbászt esetleg? Jó, akkor emeld a kezed, jó? Nem is egy szó lesz, egy mondat lesz, jó? Tehát az egész mondatot el kell mondani, meg megpróbáljuk megfejteni, jó? Csipa kolbász. Csipa kolbász. Nyert, megnyerte! Ez a mondat, hogy csipa kolbász, ezt nagyon könnyen kitaláltuk, jó? Oké, na, Timi, készüljél, jó? De ne pakold el, csak úgy próbáld meg. Jó, na jó, figyelj. Jaj, nem áll! Ez nagyon könnyű, nagyon könnyű. Még egyet tegyél be, ez így nem jó. Túl könnyű volt. Gyerekek, milyen szép idő van közben. Így van. Nagyon jó. Tényleg. De én imádom, nagyon jó, süt a nap, nagyon jó. Oké, Timi? Na most. Tessék? Ázám, zászám. Jaj, nem áll! Hagyjuk már francba, de tényleg még egyet vegyél be a nagyobba. Várjál, nem a klasszik. Várd meg, amit mondani akar. Várd meg, amit mondani akar. Nem biztos, hogy azt akarja mondani, amit mi tudunk. Igen, figyelünk. Na, igen. Száját szászám. Igen. Zsírkolbász. Mi van? Ádám bátyám száján tátvál, ideig meg vagyunk. Igen. Gyíkolbász. Igen. Gyíkomban ránt. Igen, oké. És mi a vége? Ráz. Ráz. Most mondta, hogy fulladozik. Segítsünk neki, mert kettővel készül megfulladni éppen. Na várj, tehát hogyan Ádám bátyám, ugye így volt, pávát látva? Nem, de a páva már nem volt. Mi volt? Ádám bátyám? Száját tátán. Igen. Grillkolbász. Grillkolbász. Oké, megvagyunk. Grillkolbász. Igen. Ádám bátyám, páva. Ráz. Ádám bátyám, grillkolbász látván, ráz. Nem, száját tátván. Grillkolbász látván. Nem lát grillkolbász. Ja, nem lát grillkolbász. Ádám bátyám száját tátván, igen. Grillkolbászt ráz. Mondd az utolsó szót? Ráz. Jézus Mária, gyerekek, föl fog hajózni egészen Szentendréig, mire megfejtjük. Tehát konkrétan... Grillkolbász. Na, utolsó, mondd csak a szót, figyelj, becsukom a szót. Lát! Lát! Látja! Mondd egybe. Ádám bátyám száját tátván grillkolbászt lát. Kézi podcast, így van. Hát... annyit tudsz csinálni, hogy a harmadik helyet szabadon hagyjátok a repülőn, és akkor őt becsatoljátok, jó? Vegyél be, akarsz valamit mondani? Köszönöm. De kiköpni a grillkolbászt, így nem tud valami. Kiköpni, tényleg, ilyet kérdezel, hogy kiköpheted. Emberek meg éheznek itt a hajón. A láttára. Nyugodtan, persze, ha nem bírod megenni, akkor abszolút. Jó, oké, gyerekek, mi megyünk, mert hogy a Valmar megint zenél, jó? Nagyon lelkesek a srácok, nagyon köszönjük nekik, nagyon helyesek, hogy ilyen erőfeszítéseket tettek a mai napba, tényleg ezt külön köszönjük nekik. Úgyhogy mindenki maradjon itt fönt, jó? Az első dal erejéig mi is maradunk még itt egyébként, mármint úgy értem, hogy a rádióhallgatóknak üzenjük, és utána pedig jövünk vissza 8 óra után. Timi, te pedig fogad szeretettel ezt a gyönyörű kis grillsütőt, jó? Köszönöm szépen. Az egy nagyon szép ajándék, úgyhogy... Lángol a szám. És nagyon szexi képek készültek róla, csak szólok. Oké, okay. Jó. Meg. Na gyerekek, színpadon a Valmar, tessék idejönni fel a legtetejére, csápolni, óriási taps, óriási csikó, jajra, fiúk, nyugodtan! Adjál neki, Peti! Na ünnepeljük meg, hogy a magyarok! Hogy négy úrra megverték az angolokat! Figyelj! Itt az első gól, az első refrénnel együtt, füle! Csere! Hey! Megcsöntek a magyarok! Hey! Húzzátok meg magatok! Csere! Reszkednek a csapatok! Hey! Az utolsó benzi maradok! Hey! Megcsöntek a magyarok! Húzzátok meg magatok! Reszkednek a csapatok! Csere! Az utolsó benzi maradok! Ja! Kiszakad a háló, mert benn van a suga! Most mindenki ultra! Teli a puskás ma! Csak a tikitaka, csak a tikitaka! Az asszony majd megvárva, nem megyünk! A szászlunk legnagyobb szellő! Szoboszlai pedig elő! Kigyullad a jobb ficek felső, mint puskás! És Európa hajó, hogy van? És Ali, itt a második gól! Megjöttek a magyarok! Gyere! Húzzátok meg magatok! Reszkednek a csapatok! Gyere! Az utolsó perci maradok! Még megjöttek a magyarok! Húzzátok meg magatok! Reszkednek a csapatok! Gyere! Az utolsó perci maradok! Hősök! Úgy bőrönnek a
cselekvő, csak mindenki hesszel. Lefedik a pályát, minden szaszelit rendszer. Gónal a csatatér, mindent a csapatér. Itt vannak a magyarok, most csak együtt és csak azért. Passzi, az jutott eszembe kapásból. Vagyis egyből bevillent a rakáskor. Ez a löketi, érzem, hogy beakad. Látjuk a szívetek a címeres mez alatt. 30 ezeren jöttünk, mindenki mögöttünk. Ja. Itt a szülőföldünk, és ettől csak még jobban üvöltünk. Hogy Hungária, ria, ria, szóljon a Hungária, ria, ria. Mindig van honnan felállni, ja itt már nem fogunk kiszállni. Allez, nézzük meg, hogy tudunk együtt kapcsolni. Fenn az összes kéz, gyere, gyere, Európa, jó. Hungária, ria, ria, szóljon a Hungária, ria, ria. Hungária, ria, ria, szóljon a Hungária, ria, ria. Megjöttek a magyarok, húzzátok meg magatok. Rendszkedtek a csapatok, az utolsó percig maradok. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Köszönjük szépen, János! Gyerekek, több szinten zajlanak az események, így nagyon szó jó. Szó szerint. Szó szerint, igen, fönt a fiúk. Hát tulajdonképpen köszönjük, tényleg baromi hálások vagyunk, drága Peti, a hangszál gyulladásával és a csomókkal a hangszálán még mindig a vérét, a testét és a hangszálait adja azért, alázat, hogy ti jól érezzétek magatokat, úgyhogy nekik tényleg nagyon köszönjük, elképesztő küzdelem ez a hangszálakkal és az egészséggel, úgyhogy reméljük, Peti, minél előbb meggyógyul, nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy ezt bevállalta. És közben, volt az Úristen! És már legyünk az Úristen is, így van, hát ezt többször kértük a srácoktól. Isten! Többször kértük a srácoktól, igen, hogy ezt nyomják el, mert mi is nagyon szeretjük. Elől vannak a romantikusabbak, elől, akik kicsit igen, elvonulnak igen a tömegtől. Romantikáznak egyébként, igen, láttam párocskákat elől, akik összesimulnak. Kimentem én is előre egy kicsit üldögélni, de belefutottam az üzekedésbe, úgyhogy mondtam, bocsánat, nem zavarok. És láttam, hogy oda ment az edés srác hátul, lehet is romantikázik. Igen, és azt mondta, hogy Róz, csukd be a szemed, és kivitott a telén, és szétnyitottam a kezem. Igen, és Jacknek kellett szólítanom, olyan fura volt. De belementem a játékba, eljátszottuk, amit... Tulajdonképpen jól is esett. Jól esett. Az eleje az ilyen klasszik, tényleg kiálltok oda, az ilyen nagyon klasszik, nagyon titanikus. Tehát, hogy jön a menetszél, jön a pillér, jön a híd. Az nagyon jó. Nem szó szerint, természetesen. Hát természetesen nem. Így van. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon klassz dolog. Fönt közben meg gyerekek, fönt meg hedonista életet élnek, kolbászevés, jacuzzizás. Igen, pólóban. Pólóban fönt van a masszív parti. Nem tudjátok, hogy mi az élet. Egy gyerekek. Figyelj, nem tudjátok, hogy mi az élet. Bele sem mertem gondolni, hogy ha fönt rajtuk póló van, akkor lent mi van. Én őket imádom. Tehát ők idejöttek 6 órakor, és azt mondták, nézd már egy jacuzzi. Én. Marika, van nálad fürdőről? Nincs. Nem baj, gyere. Nem, és beültek, és az... azóta ott ülnek a nem. Vannak a profi gyerekek, akik imádom hoztak őket egyébként fürdőruhát. Van egy kisasszony, aki egy teljes menet felszerelésbe, szerintem a cipőit se vette le. Most ugrott bele, de szeretném megszólítani azt a nőt, azt a hölgyet, aki gyakorlatilag 6 óra után 5 perccel beleült a jacuzziba. Imádom. Napszemüvegbe, teljes ruházatba, ő is, és azóta ki se száll belőle. Egy keresztnevet hadd kérjünk. Ági. Ági, drága, honnan jöttetek? Gyömrőről jöttem, egyedül jöttem. Egyedül, és kifáradtál, vagy érezted, hogy ez így szólít, a jacuzzi, a relax? Ó, nagyon kellemes, nagyon jó. És nagyon jó. Mikor vezetik be hozzátok a vezetékes vizet, ami miatt most ennyire élvezed ezt a lehetőséget? Mondjam még. Figyelj, azt annyi, hogy van náluk. Van náluk, annyi felé, hogyha szappan tudsz osztogatni mindenkinek, szerintem, hogy Jani volt, akkor meg is vagyunk, figyelj, mi imádunk benneteket, tehát ez, hogy ti oda betelepettetek, és nincs a jacuzzi, ez egyébként így kell csinálni. Így tehát az egyik szponzorunk hoz egy jacuzzit, bedarúztatja, mondta már, hogy darúzták be. Ne, tesz nagyon bele, érdekel. Tesz bele vizet, akkor bele kell ülni abba a jacuzziba, a sorszámot kell húzni, és ha nem szabad addig kérni. Én is ami... megtenném, csak Móni már küldött rám a Viberen egy üzenetet, hogy próbálj meg vállalható maradni. Hozd haza a jacuzzit, és csináld itthon. Igen. Ki az, aki ruhába ugrott be, ő is szólaljon meg. Kisasszony, ő egy ilyen keszes lábas zöld ruhában van. Hello, mi a neved? Maja. Maja, nem sokat gondolkodtál, egy darabig belógattad a lábadat, de utána beleugrottál a vízbe. A testvérem meggyőzött.
aki viszont kint ül és csak a lábát lógatja be. Nagyon ügyes vagy. Maja, köszönöm szépen. Maja, te hoztál váltóruhát, vagy te most úgy, ahogy van ruhába beültél a jacuzziba? Vagy nem. Nem hoztál? Erre nem számítottam. Te, hogy... te utcai ruhába ülsz be a jacuzziba? Te csak úgy beültél oda? Ne csináld! Csak nem halljak, nem hallanak benneteket, ja, most valami érik fönt. Utcaiba beült, de utcaiba beült, azt már kiderítettük, hogy nincs rajta a váltóruha, vagy nincs nála váltóruha. Hogy fogsz hazamenni? Kocsival. Metróval. A kocsival és vizesen, azt mondta. Aha, ennyi ez a megoldás. De legalább a cipőjét levetted? Cipődet levetted? Igen. Nagyon jó. Figyelj, egy pohár bort vigyünk el, valami üdítőt akar, tudunk. Szeretnél kérni valamit, egy fröccsöt, egy rozéfröccsöt, egy pohár bor, valami üdítő, kis szendvicskék, egy masszázs, melyik férfitól kéred? Hát... Janinak erős keze van. Én most látom a videót, ő bent ül utcáruhában. Figyelj, nagyon jó. Egy kicsit emelkedj már meg oda a videóban, nézd meg. Most mutatom, srácok, hogy ott, ő hogy... Utcai ruhában. Teljes utcai ruhában. Visszaülhet. Ő az az arc, akit a meghívsz kerti partira, tudod, még kisenyítottad a medencét, még nem grillesztél, de ő már süti a grillt, és már benn van a medencében. És az összes piádat felbontottam. És már felbontottam a piádat, nagyon szeretjük. A hangulattal nem lesz gond, ő ott lesz. Én imádom az jó, ilyeneket. Jól teszi. Nagyon jó. Jól teszi. Na gyerekek, csak mondjuk, hogy egy szolgálati közleményünk van, hogy mivel ami kis drága, két nappal ezelőtt felfedezett Erzsigénket meghívtuk. 8:25-kor zumba oktatás van fönt a legfelső fedélzeten. Imádom a hajadást, nagyon szürreális zumba oktatás. Ezt nem hittem, hogy ezt valaha elmondom adásban, egy rádió műsorban, hogy 8:25-kor zumba oktatás. Úgyhogy szeretném, ha erre a hangos bemondó ráerősítene, hogy 8:25-től várunk mindenkit a felső fedélzeten egy nagyon rövke, nagyon gyors zumba oktatásra. Kedves utazóközönségünk, felhívjuk az önök szíves figyelmét arra a lehetőségre, hogy 8:25-kor az Európa Boat Tattyán, nem Tattyána, beteg állat, Zumba Erzsébet tart exkluzív Zumba 10 percet. Kérjük, ne adják ki a lehetőséget, életről szóló élménnyel lennének szegényebbek. Randa kisgyerek, még egyszer mondod, takarodjál el annál a korláttól, mert hát ha beesel, nekünk lesz belőle bajunk, bár nekünk már olyan mindegy. Hát csinálj, amit akarsz, pusztulj be. Azt hiszem, hogy a szinkronuszos sír után nekünk már tök mindegy. Igen, tehát, hogy valójában ma már teljesen mindegy, mi történik. Fura szinkronuszok, emberek ruhába a jacuzziba. Imádjuk Zumba Erzsi, aki nem sokára Zumba aerobikot tart. Hírek félreértelmezése. A hírek félreértelmezése, a teljes gyeplő bedobás. Ha már hírek félreértelmezése. Ne, igen, nem akarom! Hallottátok az a mexikói szinkronúszó, magasugró, toronyugró, cselkáncsozó, lovas derbin játszó, egyébként szumós japán esetét, a fina úszó Európa bajnokságot? Nem, mi történt? Nem erről akarok beszélni, csak egy fél mondat. Gyerekek, azért ez az üzemanyag történet, ez most így fokozódik. Fokozódik. Nem, csak mondom, hogy ez friss hír, nem tudom, hogy olvastátok-e. Te vagy a nagy kannába tankoló, Jani, csak mondom. Olyan friss hír, hogy a parlamentről átcsúzlizták az Európa bótra. Képzeld el, hogy reggeltől igen, belőtték a karmelitából egy kis kapszulába, hogy mindenképpen említsük meg, hogy azért így közeledünk ahhoz, amit ugye jeleztek előre, hogy lesz majd idő, amikor elfogy az üzemanyag. Most már az van, hogyha kannába mennél tankolni, Jani, akkor igen, vége van az olcsó kannás benzinek. De ugyanis, kis kannával mi az, hogy mennék? Mi ez a feltételes? Hát ha mész, mert hogy te mindig mész, nem tudsz, ha te kannába tankolsz, péntek reggeltől bevezették, hogy a hatósági ár az 50 liter lesz, 50 literen túl te már nem a hatósági sapkás árat fizeted, és ha pluszba vinnél a kis tankodba, a kis fűnyírodba, akkor ott már egyébként pénteken éjféltől a 60 literes fűnyírodba nem kapod meg a hatósági ársapkás árat, tehát akkor te a NOL már 800-800, nem tudom, 20 forintos árat fizeted ki. Tehát, hogy alakulunk így a szabályozás, vagy hogy is mondjam, csak a harmonikusabb üzemanyag fogyasztás felé megyünk, hogy egy kicsit mindenki csatlakozik, visszafogja a mennyiséget. Lassan az európai trendekhez. Igen. Tehát ha te kannába, edénybe, pohárba, kulacsba szeretnél tankolni, kis táskádba, teszkosszatyorba, akkor te már csak piaci áron töltheted majd meg a benzines kannádat, vagyis eltűnik az, hogy akkor arra érvényben lesz a hatósági ár. Ha te autóba tankolsz gyerekek, kannába, hogy... szintén egyébként nem érvényes a hatósági ár. Ez az 50 literes álomhatár, ugye? Azért az átlag személygépkocsi, kivéve a tiédet, az mondjuk 50 literes tank alatt van. Tehát ez megint bennünket nem érint. Nem lehetett volna azt mondani, hogy kedves árufuvarozók, kis teherautósok, mert ez őket fogja hát gyakorlatilag sarokba szorítani, hogy nem lett volna egyszerűbb azt mondani, hogy akkor maguk most 800-ért tankolnak?
Érted? Hogy ez egy ilyen kicsit komp. Hát figyelj, 50-et beleteszel, mész egy kicsit, megint beleteszed, hogy egyszerre ne vigyél el nagyon sokat. Aha. Tehát megkaphatod te ugyanúgy, csak ne legyen az, hogy egyszerre felszippantasz, mert azt mondja a MOL egyébként, hogy júliusban és augusztusban elképzelhető az üzemanyag hiány Magyarországon. Oh. És akkor ha te 50 liter tankolsz, csak akkor nem egyszerre viszed el a mennyiséget, hanem mondjuk többször kicsit. Minden kút ugye volt itt Százhalombattai finomítóban ugye volt valami meghibásodás, volt itt az OMV-s Svehát üzeme, hogy akkor most hogy fogják hozni Svehátból ugye karbantartással, meg volt ugye problémájuk, meg hogy szállítják ide, és akkor tulajdonképpen ezért vezették be, ez most évféltől van érvényben. Úgyhogy azért ez izgalmasan alakul, kell, nem? Hogy így a nyáron tényleg lehet, hogy belecsúszunk majd. Hát Janival mi nagy túltankolók vagyunk, ugye emlékszel a turnénál, ahol összesen 10 litert lehetett volna benzin. Még megvan az állásom. Igen, 28 liternél vettük észre, hogy kicsit túltoltuk. Na, ez most nagyon fog fájni, ha 50 liter fölé mész. Mert dupla ár. Jó, én nem vagyok az a nagy kannába tankoló. Tehát, nem, hogy, kifejezetten. De ugye azért, ugye, mert elkezdtek nagyon sokan, szerintem ennek az az ideológiája, hogy ugye elkezdtek nagyon sokan betárazni, és elkezdték kannákba plusz tartályokba elszipolyozni a 480-as üzemanyagot, pont azért, hogyha majd felmegy, vagy eltűnik a hatósági sapka, akkor ők még fél évig, egy évig nem tudom, meddig tudjanak az olcsóbban megszerzett benyából tankolni. Na ezt akarja most azzal leszabályozni a MOL, hogy ha te előveszel egy kannát, akkor abban a pillanatban te már a kannában nem a hatósági árast fizeted, hanem a teljes árat, vagyis vissza fog szorulni azok száma, akik mondjuk előre akarják betárazni az üzemanyagot. Én valahol észszerű, gondolom, hogyha ha közeledik egyfajta válság, akkor ne, most ne az legyen a legfontosabb, hogy neked 300 liter gyűlékony üzemanyag álljon a garázsodba, vagy egy kis balatoni fűnyíródat te most 3 évig fel tud tölteni a 480-as hatósági áras benyából. Tehát azért én ezt értem kicsit egyébként. Nem? Jó, tök jó, persze, hogy nem, nehogy már amiatt, hogy jaj, nagy lesz a gaz, nem, mondjuk nem. Igen, nagy lesz, igen. Nagy lesz a gaz, 480-ért akarom írni a fűnyíródat. Egy lényi teszik, 3 év alatt, de azért betárazok belőle. Elburjázik a hétvérig. Igen, azért betárazok belőle egy keveset. Na, úgyhogy gyerekek, készüljön mindenki, a kannába töltött benzin ideje lejárt, vagy ha kannába akarsz tölteni, akkor bizony már nem a hatósági arat fizeted. Ez most évféltől van egyébként érvényben. Uh-huh. Úgyhogy vége a kannázóknak. Ennyi. Ennyi volt, leszámoltunk a kannázókkal. Mi a helyzet fönt, Ferenc? Megérkezett Zumba Erzsébet? Hát mi az, hogy megérkezett, gyerekek? Föltettük a színpadra egy óriási Zumba feliratú ilyen legyező van a kezébe, és a zumbázóink már itt fölsorakoztak. Az első sorba várjatok egy kis helyet, hadd kérjek itt. Köszönöm szépen. Erzsike, drágám, egy pillanatra hadd lépjek oda, csak itt el vagyunk kordonozva, mert Erzsike annyira veszélyes, érted, zumbailag, hogy valamit kellett se mondjad neki. Sziasztok! Örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok! Hurrá! Lépjetek egy lépést hátrébb, könnyök távolság legyen, hogy ne osszuk ki egymást egy kis ezzel az... Ő nem szórakozik. Ő ízig-vérig profi. Ő nagyon keményen tolja. Igen, állítólag be van, de nem tudom. Ő egy kis... Olyan salert kapsz, hogy faladja a másikat. És azért kiabál ennyire, mert 90 pluszosokhoz van szokva. Mi a zenénk? Indítsuk a zenét! Hát hajrá! Hadd szóljon! Hol a zene? Már jön is! Bongo csa-csa-csa! Ez az! Magasra a kezeket! Mindenki figyeljétek Erzsikét! Tonyán élnék, vagy egy borlamba. Én azt hiszem, hogy valószínűleg meghaltunk az idebele vezető úton, és ez már nem a... Ez szűrás. Minden is szűrással kívánom. A második kávét már nem kellett volna lenyomnom. Úgy érzem. Valaki hozott nekünk egy nagy adag gombát, hogy ezt ő termesztik. Kezdek tanítani, hogy abban valami... Beütött. Volt benne egy kis pszilomicin, vagy értitek, mire gondolok. Hajnalba szedték, lehet, hogy bele... Erzsike! Nyomjad, Erzsike! Figyelj, zumbázik. 300 ember zumbázik Erzsikével. Rázd magad! Csináld, könyörgöm! Azért jöttünk, hogy zumbázunk, gyerünk! Az megvan, hogy Rubint Réka is így fog üvöltözni 72 évesen? Imádom a Rékát, ugyanez lesz. Már jövőre is így fog üvöltözni. Gyerünk, hangot adjál neki! Erzsike! Meghaltunk el, ez mi történik? Ez már Mennyország. Én így akarok meghalni. Így akarok eljutni veletek egy hajóra Mennyországba. Lépjél, könyörgöm! A tánc az lépésedből áll. Hol a hang? Ú, gyerekek, ki vagyunk oszva, gyerünk, nyomjuk! Figyelj, Erzsike. Erzsike, nem viccel. Vagy lépsz, vagy olyat nevel röket, hogy véged van. Lép, lép, csatya.
csa-csa-csa. Lép, lép, csa-csa-csa. Én már megtanultam, srácok. Lép, lép, csa-csa-csa. Azt hiszem, hogy most értük el. Most vagyunk most, ahol... Tényleg valaki rázza meg a váramat, hogy valaki ébresztem föl. Felébredjek meg. Igen, most már tényleg. Na gyerekek, csak mondjuk egyébként, hogy vannak még játékaink, miközben itt nagyon zajlik a játék. Már a csa-csa-csa. Venice játékuk van még. És a kontrollba! És van valami terögtessé. És van még ugye a Normi Update játékunk. Ezeket is lejátszunk majd a hajót, miközben Erzsike zumbázik. Óriási, imádom. Jó, jövünk vissza mindjárt 2 perc, ha pontosan. Bongo csa-csa-csa! Ez a Feri oda föl, mesélj! Feri, ne így álltad be. Adjad neki előre, átra föl a kezed, Balki! Menj át, a Feri! Kéz, rázd meg a ciszkod, bébé! Ja, bocsánat. Hogy már lépjél! Bongo csa-csa-csa! Nagyon ügyesek vagytok. Oh, 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 bongola, bongo, cha, 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 cha. Gyerekek, azért Erzsike tudja a szöveget, figyeljél. Bongo, cha, 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 az nem az. És csinálják, nem hiszed el, csinálják. Hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Hey, gyerekek, hey. Hát micsoda buli van itt a fedélzeten. Már fönn vagytok? Legfölül. Hát ott vagyunk, micsoda. Ahol a tömeg, ahol a nép, ahol a napfény, ahol nagyon a buli. Jól, nagyon jól tesz, egy picit lemaradtam, mert nagyon érdekes egyébként, hogy annyira igényes ez az egész hely, még itt ez a toalett rész is nagyon jó, csak beleszorult a fejem a hajszárítóba. Nem, nem, nem a WC csészébe, mert inni akartál. Aztán mondtak, megint. Hogy az készszárító is azért, igen. De hogy egyébként már itt vagyok. Megint rácsapódott a bide a fejedre, mint? Tehát, hogy inni akartál, megint belőle sokat rácsapódott. Sokat látott popsik előttem. Nagyon csúnyán liheg János ezzel a lépcsőzéssel. Mi van magával? Mi van? Figyelj, nem vagy, elment a kondi. De mi van, öreg? Föl kell jönni a másikra? Az... Igazából tegnap elfáradt, mert már tegnap látnád, tudott... látnád, amit én, te is tegnap tudott már előre a molos történetről, és 150 kanda üzemanyagot bespájzolt a fűnyírómag, úgyhogy... Igen, az bepakolta, igen. Kifáradt. Csak mondom, gyerekek, hogy vízisivel, jetskivel, motorcsónakkal, kisgéphajóval is követnek bennünket a Dunán. Nagyon jó hangulat. Hát azon azért ott még van mit javítani, azon a végbordozáson a hajó mögött. De őket legalább nem szedik ki. De őket legalább nem szedik ki. Nem egy bójánál. Igen. És nézd meg, van, aki jetskivel követ, tehát itt egy komplett kis követő boly alakult ki. Renáta nevű hajóval reggel 7 óra óta jönnek utánunk. Van még üzemanyag, tesa? Csak mondjuk, hogy nem nézd sokára okay. Nem hatóságjáros a benya, nem fogtok itt hajózgatni. Leföl a Dunán! Bizonyám, leföl a Dunán, itt a luxus hajózunk mi. Nézd meg, közben kajakosok mennek, jetskisek mennek, integetnek, gyerekek. Jó, na! Mi pedig? Tartsd a csapás számot! János üzent a mellettünk ajakozóknak. Na. Oké, okay, hát figyeljetek, még mindig a legnagyobb buli a jacuzziban van. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy azért ez a legnagyobb flash. Valaki már félig szoknyába, az egyik lábát csak belógatva ül a jacuzzi szélén. Nagyon, nagyon jó. Van, akik továbbra is utcai ruhába ülnek a jacuzziban. A legmenőbb, a legnagyobb buli, ez olyan, mint az osztálykirándulás. Még a busz végében van. A legnagyobb buli a hajó tetején a jacuzziban van még mindig. Ez nagyon, nagyon. Nagyon kedvelem őket utcai ruhában. Oké, okay, játszunk, nem? Hol vagy, Ferenc? Itt hol vagyok, vagy? Én már az update helyszínen vagyok, gyerekek. Olyan nagy ez a hajó, várj, elvesztentelek. Engem engedtek be először a testemre való tekintettel az update-hoz. Ó, csokolom, bocsánat. Ez egy csokolom. Hogy tetszik lenni? Ugye már volt 18, köszönöm. Elnézést. Úgy? Aha, itt vagyok. Bocsánat, megjöttem. De jó, vedd a füles nyugodtan, János. Úgy, mert jobban fogsz hallani. Na, itt vannak a játékosaink. Tomi, Zsófi és Lara. Lara? Az a Lara? Lara. Ez egy kicsit fura nekem, hogy Árdét a játék és Lara a játékos. Tehát ezért itt... Családi tartozol? Itt azért... Nem, család... Nem. Ugye, hát benyomtuk ide Laracskát azért, hogy játszon egyet itt. Hazavigye esetleg. Egy dologra nincsen szükségünk egy hajón. Lékára. Már igen, nem úgy értve természetes, hisz a lék az... Na. Drága Norbi, igen, így van. Na, szóval, hogy akkor 3 játékosunk van. Uh-huh. És nem kisebb az ajándékunk, mint egy 100 000 forintos. 3, nem 2.
Vásárlási utalmány. Ez hülye. Igen, nem is ketó. Na jó van, szóval, hogy ez egy fagyjelvő verseny, ugye update fagyit kell enni, minél gyorsabban, mindenki fix mennyiségről indul, és a végén ugye lemérjük, hogy kinek a legkönnyebb, maga a kis fagyis kejhe, csupra, málnás bödönje. Kégejecskéje. És van. Egyébként vannak különböző eszközök, amiknek a segítségével el lehet fogyasztani ezeket a nagyon-nagyon színvonalas, nagyon finom, nagyon igényes kis jégkrémeket. Ezeknek az eszközöknek a közös sajátossága az, hogy nem alkalmasak jégkrémek. Teljesen merőkanál, húsvilla, egy kés kínai evőpálcika és két villa. És itt van egy nagyon fura kínzó eszköz, aminek a végénre szerintem elektródákat szoktak erősíteni, és akkor megvett Melbimbót csapatti velem. Igen, de most nincs benne áram. Oké, kérjük akkor a fagylaltot. Ott vannak, jó? Hát válogassatok kedvetek szerint a kiváló ízekből. Nagyon jó. Mindegyik rába írva, hogy kettó. Ó, Réka kedvence. Lara puncsot választotta, vaníliát választott Zsófi, Tomi pedig epres jégkrémben utazik. Ugye ez azért van, hogy a gyönyörű kis alakotok megmaradjon, de azért lehessen fagyizni. Azért van az update fagyi. Így van, lehet nyugodtan nyáron is. Bontsátok ki. Jó. Oké, a lényeg az, hogy egy perc alatt a lehető legtöbbet kell belőle belapátolni. Egy percünk van? 3 perc. Mondom, perc, hogy 3. Mondom, hogy nem egy, nem ketó. Jani is elmondta, hogy nem ketó. Három ketó. Nagyon érdekes. Mondjuk, ahogy Larát elnézem, szerintem ő még ezután a fogyó után is holnap 2 órát fog kardiózni. Kardiózol, Lara? Olyan bűntudata lesz. Nem, semmit nem sportolok egyébként. Ez az, hogy szeretlek. Csinálod? Ez genetika? Genetika? Abszolút. Feri, tudod, mennyi sportos? Nézd meg! Milyen jól néz ki! Na jó, oké. Várjál, kérdezzük, hogy Tomikám, mi lesz a technológia, hogy fogod enni a fagyit? Itt bármit felhasználsz. Bármit felhasználsz, így van. Hát akkor nyilván pálcikával fogok neked. Pálcikával, jó, habderővel. Villával megpróbáljuk bekalázni. Az jó. Oké, Zsófikám? Én merőkanálra megyek rá elsősorban. Zsófi, jó, ugye... nincs jobb, mint amikor egy nő merőkanálra lesz a fagyi, de az jó, az piró. Ez a legszimpatikusabb, Zsófi pont úgy eszi, hogy mi otthon. Így van, merőkanállal, János nagy merőkanállal a fagyi evős. Oké, Lara, melyiket választottad? Talán a villa. Villa. Jó, megvan. Ja, Lara egyébként nagyon-nagyon-nagyon pragmatikusan gondolkodik. Budai villa? Na, indítsuk el az órát, jó? Na. Jó, indítsuk. János, te vagy jó a visszaszámlálás. 3, 2, 1! Elkezdődött a fagyi evés. Mondjuk ez nagyon tetszik. Oda néz. Figyelj. Tomi, veled mi van, szívem? Le is kell nyelni, Tomika. Tominál az volt a probléma, hogy az első mozdulat egy 30 dekát betolt az arcába, amit a lefagyott. Na most nézzétek meg a merőkanalas módszert. Nagyon ügyes vagy, Zsófi. Hihetetlenül jól csinálod. Az a baj, hogy eddig több van a merőkanában, mint az Lara, Lara a lutinból letérdelt. Nem, Lara, nem kell térdelni. Igen. Láttam, hogy térdre esett. Láttad? Nem. Zsófi viszont úgy eszi a fagylaltot, mint a szóltak volna neki, hogy ez az utolsó tégely fagyi a világon. Zsófi olyan, mint egy iskolai általános iskola, 8. osztályában a menzáragat menzás néni, aki már látja, hogy a gyerekek nem jönnek több tejben, ezért elviszi merőkanállal, még mielőtt hazamegy. Nagyon jó vagytok. Tomikám, kicsit visszafogottam villával, Zsófi merőkanállal. Tomi, meghalni látszol, haver, meghalni látszol. Akis Lala, hogy eszi a fagylaltot? Ja. Mennyit nőtt tavaly óta? Mennyit nőtt tavaly óta Akis Lala? Nagyon ügyesen falatozik. Jó. Lara, Norbi büszke lenne rátok. Azt kell, hogy mondjam, hogyha most itt lenne, Norbi nagyon büszke lenne. Tomi egyébként úgy csinálja, mintha elindult van egy 60 méteres síkfutáson, de szóltak volna neki, hogy ez maraton lesz, és egy picit így lefagyott, tudod, így 60 méter előtt. De ezt ne szórakozzatok. Tomika olyan visszafogott. Továbbra is a merőkanál a Zsófi tartom viszont befutónak. Tehát... Csak mondom, hogy az alapvetően azt látom, hogy Zsófi a legprofi, mert ugye a széléről egyébként a kiolvat részeket eszi be. Így van. De nem mondd el, elmondod a taktikát. Rájött, hogy hol van megolvadva. Csinálhatok a szádról egy képet sorvezetőnek otthonra? Anyácska, nézd, mit tanultam ma. Fényes nappal, te pedig... Nagyon ügyes vagy. Lara, mire ásott oda néz, hogy ő nem csak a tetejét simogatja, ott már majdnem az alján van. Lara szeret mélyre menni. Hogy áll az idő? Hogy vagyunk? Még egy perc, húzzatok el, most tekerjétek meg, most adjatok neki. Így van, Larának rágnia is kell, mert 2 műkörme beleesett.
Nagyon jó. És csak felhívnám figyelmeteket, hogy az egy órával ezelőtt említett Fina úszó világbajnokság és vízi világbajnokság ott zajlik abban. Ott történt az esemény. A műugrás, aki nem mexikói, aki amerikai, nem egyedül volt, hárman voltak és majdnem megfulladt. Itt történt. Hogyan tudnád? Ebben a csodálatos parkban. Hogyan tudnád? Ez is a 27%-ból van. Egy kicsit biztatni a Tomit. Na, fia, alakul. Hát most, hogyha végignézzük a száját. Jaj, együtt vannak. Ja, bocsánat, elnézést. Együtt vagytok Tomival? Hát, nem tudom, ha megnyeri, akkor ott van. Aha. Hallottad, ha megnyeri, akkor együtt vagyunk. Ja. Nagyon jó, Zsófikának is nagyon sok perc. Jöttek szurkolni. Figyelj, Zsófi marokra számolj fogja a merőkanalat. Így van. Nagyon jó, nagyon jó. Okay. Még öt. Nagyon jó, Zsófi, négy, őrület vagy. Három. Kettő. Kettő. Nem kettő. Egy, és vége. Kettő. És vége. Oké. Okay. Nagyon jó. Akkor hozunk egy konyhai mérleget, hogy precízek, pontosak legyünk. Aha. Hát ki jön az? Figyelj, Feri könyörtelen egyébként, hát, mert ugye Zsófinak a merőkanalából kiveregeti még a vaníliás fagyit. Amit meghagytatok, elvihetem? Persze. Oké, okay, gyorsan. Gyorsan leméljük. Tessék? Egy tök jó illata van. Mind a hármat hazabértek. Vissza hazabértek, becsomagoljuk. Berakjuk a hajónak a hűtőjébe, 10-kor ki tudod venni. Na gyorsan lemérjük, jó? És akkor megnézzük, azt mondja, hogy mert aztán újra zenélünk majd. Húha, biztos János kell, hogy mérjen, mert... Aha. Igen. Hello. Azt mondja, hogy hello, kis lip. Intelligensebb már, mint aha. Te. Jó. Na most dob rá a fagyit. Kezdjük Larával. Azt mondja, hogy Lara dobozos túl 382... Keto. Keto gram. 382. Bármihez kell viszonyítani, nézzük. Egymáshoz viszonyítunk. 283. Azt a mindeni Zsófi a merőkanállal! Az igazság pillanata nézzük, Tomi, mint a fagyos szájú srácot. Igen, én Zsófinak drukkolok. 225. 225, Tomi! 3 gram. Mennyi most 3 gram, Balázs? 3 gram, hát most 100 ezer körül van. De ügyes. De hülye van. Hát akkor maradhat Tomi? Maradsz, hát hazajöhet velem, igen. Jaj, így van. Csak ezért játszottam sem. Én átgondolnám ezt a szerelmet, Tomi, de te tudod. Mert Tomi majd csak saját szájában fog kavarni. Mert nem érzi az ízeket. Ez neked 100 ezer forintos vásárlási utalmány jelent valamelyik update boltban. Hogy vásárol le. Jó volt, a kis lassan járt tovább ért, technika nagyon jó volt. Milyen volt a fagyi? Hát nagyon finom volt egyébként, hogyha csak ajánlani tudom. Merné más? Jaj, de jó, nagyon még 100 ezeret Tominak, Norbi intézi. Adjatok még valamit. Valamit nem tudunk Larának és Zsófinak adni, valami kis ajándékcsomagot. Nagyon aranyosak vagytok. Köszönjük szépen, hogy játszottatok. Gratulálunk, akkor használd egészséggel a vásárlási utalványt. Csomagoljuk a maradékot, János? Persze, már itt a hűtőláda. Bejelentkeztem rá. Csak mondom, hogy a festői Árpád-idó! Mindenek körülünk? Azt kell csinálni, hogy amikor híd alatt mész, ordítani kell, mert jó a vízhang. Full infantilis, de nagyon kapitány, szórakoztató. Kapitány, menjünk már vissza, mert lemaradtam. Minden híd alatt ordítunk, jó? Ez a lényeg. Na, zenélünk újra? Zenélünk, gyerekek, úgyhogy arccal akkor a színpad felé. Jó, forduljon meg mindenki. Már merre is legyen. János, kérlek szó. Arra. A színpad. Az a színpad. Azért mondom, hogy arccal a színpad felé. Annyian vagyunk, hogy nem látom, hol a színpad. János, kérlek, hogy nagyon röviden szól is fel az alsó két emeleten lévőket, hogy fáradjanak fel a felső szintre, mert az alsó szinten ejtőzők figyelmét felhívjuk, hogy a Valmár zenekar tovább folytatja nagy sikerű koncertsorozatát itt az Európa bolton, a kieső Duna folyón. Kérjük, fáradjanak fel, mert mindjárt kiszállunk, aztán hagyják. Én szóval, nekem ez nagyon tetszik. Annyira Balatonon az vagyok, baj, annyira ott vagyok az alsóörsi strandon, érted, a hangos bemondó előtt. Nagyon a lángosról esetleg valamit? Figyeljetek, a lángossal kapcsolatban csak mondom, hogy kimentem most nálunk Lőrincen direkt megnézni a lángososnál. Én nem értem ezeket a... Na majd erről kicsit megbeszéljük, később beszéljük. Jó. Egy zenét leadunk élőbe, úgyhogy azért kell elmennünk zenélni, de ne feledd a lángososztorja. Színpadon a Valmar, hölgyeim és uraim, egy zenéig itt van mindenkinek a rádió egyen is szinten, itt vannak a srácok, mi pedig jövünk rögtön még a hírek után. Puszi, csók, hello! Na hát akkor. Figyelj, most hagytuk el a Margit hidat. Margit hidon egy rollerrel. Hideg a víz. Figyelj. És éget a nap. Rádió egy. Hát a napra. Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat egy hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. A csajok meg az alkohol elkárít. Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat egy hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. A csajok meg az alkohol elkárít. Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat egy hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. A csajok meg az alkohol elkárít.
Lenyúlom bulit és töltök egy újját, magától átjön egy szó sem kell. Ilyen el az élet mentéslen, itt tudom egy fölcsöltkezdésnek. A barátod elmetszem ide, nem baj, nálam most ketten is elfértek. Más nem kell, be vagyok baszva, de átestel. Én átvertem magamat, lassan fel kell a nap, de most megyünk meg tök mindegy. Hatoljam! Öntsük fel! Körtével! Körtével! Elbaszott döntések, de nem számít! Mert végre! Ideg a tűz és véget a nap, nem számít szombat és hétköznap. Mindenki itt van, aki számít, csak majd az alkohol elkábbi. Ideg a tűz és véget a nap, nem számít szombat és hétköznap. Mindenki itt van, aki számít, csak majd az alkohol. Nem vagy bájló! Voltam a szerepem, nem számolom ezt, hogy eddig felesem. A viszkit a vodkával keverem, azt hiszed a tréfa, pedig a felesem. Magyar itt biza, éget elé van a pia. Az út megint nagyon sima, reggelti menjünk, mi van? A hajam belül, vecsük meg előre, ma még lehet felmászol a tetőre. Jön ránézik a csajra, hogy bevőre, a full komodumámnak mi bedőle. Egy sár, két sár, én bele melegedek, összefolynak. A nyár jelenetek túl sok a csajni. Mindenki, aki a hajóban! De a Manu már hozza a szüvegemet! Együtt énekli, hogy? Ezt így törzsék fel! Öntsük fel! Körtével! Elveszett döntése! Rádió el! De nem számít! Menjék ki! Ideg a víz és véget a nap! Nem számít szombat és hétköznap! Mindenki itt van, aki számít! Csörj majd az alkohol elkábít! Ideg a víz és véget a nap! Nem számít szombat és hétköznap! Mindenki itt van, aki számít! Csörj majd az alkohol elkábít! És akkor még egy kör lesz szerintem a refrénből. Figyelj, most szeretném hallani a hangot, szívesz a fület! Hiszre folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Itt is vagyunk. Itt vagyunk, 9 óra után 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Éppen szünet van, amár már egy picit pihen, hadd pihenjenek rájuk. Hadd pihenjenek, így van. Mondd léci, hogy vörösborozol. Mondd léci, hogy vörösborozol már. Tehát, hogy így megtetszett az élet fent, a ruhás jacuzzi, és töltöttél egy pohár vörösbort. Nem, le kellett már jönnöm egyébként, mert túl sok volt fent a látványosság. Így van. Már úgy a városkép. Visszajöttél. Teljesen egyértelmű, hogy nem Orsira és Timire gondolok, akik a két újabb érv Erdély mellett. Egészségükre. Na, itt vagyunk, drága hallgatók, és hát már is folytatjuk közben. Megérkezünk közben. Szóltatok nekünk, de minket ez nem érint, hogy rendőrhajó közelít felénk valahonnan. Nincs ezzel még mindig Balázst bajuk. Akarják egy másfél évvel ezelőtti szabálysértés miatt elcsípni, de... Igen, de már nem hajózunk, de már abba hagytuk, már jó fiú. Az Európa voltak a kapitány a gázt adott. Igen. Na, hello, srácok, köszi, hogy itt vagytok. Hello, Péter Milán, sziasztok, jó reggelt. Hogy bírod? Petikém, nagyon köszi, hogy bevállaltad. Köszi azért szépen. Ez egy nagyon menő dolog. Köszönjük szépen, hallottuk a híreket, és hát halljuk azért, hogy küzdesz, komoly a történet, vagy ez csak egy-két hetes pihenés, és túl lesztek rajta. Működve, mindjárt adunk a ennyire nincsen hangja, ennyire hogy... nincs már hangja, látjátok? Már nem tud beszélni se. Várjátok, hogy akkor odalépek. Most jó, okay. Megérkeztünk. Na, hogy vagy? Szóval mennyire az komoly a történet? Hangom van. Igen, de már nem sokkal több, csak egy kicsivel több. Ennyire hallani, hogy küzdök? Hát, nyilván igen, de nem baj. Tehát igen, ez mi nem hangsúlyozunk. Azt is valami autótyunt rakjatok rá végig. Ahogy a dalaitokra. Fási Ádámnál végig is jobb volt. Na, de tényleg tökre köszi, hogy itt vagytok, nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Meddig kell majd ezután pihenned, vagy mi most az itiner, hogy mire számítsanak a fiúk, lányok, akik mennének? Mennyi van belőle? Hát alapvetően azt mondták, hogy szerencsére még annyira nem súlyos a szituáció, hogy egyből műteni kelljen, szóval, aha, hogy most még elméletileg ezt pihentetéssel valamennyire vissza lehet húzni normálisan, vagy igazából ez el is tud múlni. Aha. Csak nyilván nem jó az, hogy már konkrétan év végéig mi le vagyunk ütve minden hónapban 25-30 bulikkal, kiszakadna a helyéről a hangszálam. Meg az a probléma igazából, hogy ez egy csomó másik produkcióhoz képest azért nekem szerintem tényleg extrán erőltető a hangszálaimnak, mert ugye én azért az összes zenénkben körülbelül énekelem a refrénket végigrekesztve, szóval hogy az tényleg mint egy fűrésszel húzogatnák a hangszálait, tehát ez annyira nem, aha, kellemes. Nyilván el kell kezdenem járni olyan szempontból,
énektanárhoz, hogy hangképzésben is tudjon segíteni, hogy hogy lehet minél több terhet leszedni a hangszálakról. Hát sok dobszólóban. Úgyhogy igen. Azért kezdtem el dobolni. Igen, Milán elkezdett dobolni nagy erőkkel, igen. Ez a siker, hogy akkor tanulsz meg énekelni, amikor már befutottatok, érted? Igen, ez így kell csinálni. Ennyi. Feri fönn van a hajó tetején egyébként. Nem, hát azért, hol a Feri? Várjál, hol a Feri? Onnan föntről meri ezt mondani. Igen. Jó, szóval akkor egy két hét pihi, de aztán azért próbáljátok tolni a többit. Kicsit nyugodtan fogd följe, Petikém, a mikrofont, csak nem fog sercegni. Úgy, szóval, hogy az a lényeg, hogy akkor egy két hét most semmi, sehova. Pihentek egy kicsit. Igen, most ezt lenyomjuk, meg ugye utána van egy Red Bull-os rendezvényünk, nem tudom, ezt be lehetett-e mondani. Hogyne, a röp nap. Nem tudom, be lehetett-e ezt mondani. Mi is foglalkoztunk vele a röp nap, majd a kopaszigáltan. Igen, azt még ugye lenyomjuk, mert az is az értekünk egy alapvetően egy olyan együttműködés, ami már nagyon régen be volt tervezve velünk, nem akarjuk, igen, Red Bullosok vagyunk, nem akarjuk cserbe hagyni őket, meg azért mégiscsak 25 ezer ember, azért az nem mindig gyűlik össze a koncertünkre. Úgyhogy ezt azért úgy akkor megélnénk. Azért azt meg kell. És akkor utána egy intenzív pihenőt. Ez milyen jó hangzik, intenzív. Igen, hát ez nyilván a nyár előtt azért a legnagyobb átok, ami sújthat egy zenekart, hogy a lekötött bulik nyár előtt és a fesztiválok meg a falunapok előtt azért ugye pihenni kell egy nagyobbat, de... Falunapok azt mondják. A falunapok néha a legzsenébb fellépések a falunapok. Hogyne? Hát ott lehet aztán elmerülni. A Dunavarsányi Gőzgombot Fesztivál. Igen. Oké, srácok. Na, akkor neked nagyon jobbulást kívánunk tényleg, Peti Gyújjál. És nagyon köszi még egyszer, srácok, hogy ezt bevállaltad. Nagyon rendesek vagyok, állásak vagyunk. Eseményeknek a hatására. Javulj meg minél előbb, mert azért nagyon nagy siker van. Őrület van most körülöttetek. Mennyit dobott még ez az Úristen című történet? Előtte is volt, már tudjuk, azért halljuk, meg látjuk, ami van körülöttetek, de ez a dal, ez elképesztően berobbant. Ez abszolút így van. Igazából előtte volt talán kettős lábőrünk, hogyha mondhatjuk ezt, a Visszaverjem és az Éget a Nap. Azért akkor is volt úgymond őrület, tehát ez most öt szinten nagyobb lett az Úristen után, amit úgymond azért nehezen kezel az ember. Aha. Tehát ha megkérdezik a felépésen, hogy miért késztetek a második helyszínről, azért mert elállják az útját a kocsinak az emberek. Tehát olyan szint van most, amúgy ez tényleg teljes mértékben ez amúgy jó, és amúgy imádjuk. Hogyne? Főleg, ha az utolsó buli után ott lehet maradni. Igen. Nem? Ugye? Tehát, hogy azért... De hogy tényleg, tehát abszolút nagy őrület van, és ez, ennek amúgy örülünk, és ez igazán ezt akartuk elérni, és úgy sikerült is, úgyhogy szuper. Jött egy SMS, a párom elmondta, hogy szívesen lefeküdne Marics Petivel, elég rosszul érintett a dolog, de bele kell, hogy férjen egy jó kapcsolatba, úgyhogy részemről nincs akadálya, üdvözlete Réka. Igen, nagyon jó SMS volt, köszönjük. Ez nem lehet érges ráz vele. Igen, persze. Kérdezik még, hogy Toy WC van-e a fellépésetek mellett, vagy ez benneteket nem érint, nem vagytok érintve. Jó, hát ez csak jönnek a kérdések, ott van besárgázva. Csak az egyik oldala foglalt. Itt van. Lehet, hogy amúgy Toy WC-t raktatok el a színpad mellé. Üdv Léno, ebbe a pillanatban jött. Itt vannak az SMS-ek. Igazából pozitívan jött ki belőle, úgyhogy lehet, hogy kéne. Ugye? Rányomó pozitívan jött ki. Magyarországon az amúgy zseni. Igen, van még hova fejlődni. Igazából most akartuk elmondani pont itt a rádióban, hogy lesz egy nagyon drága jegyünk, amit meg lehet venni, és akkor ott az backstage Toy szól, okay. És akkor erre be lehet fizetni. Srácok, nagyon köszi, elengedünk benneteket, még nyomtok egy etapot, úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltatok. Tényleg, mi nagyon értékeljük. Köszönjük szépen. Vendégeink vagytok egy nádudvari grill kolbásza. Vihet egy csomagba is. Peti Milán, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, köszönjük a Valmannak, köszi, hello, ciao. És hát Ferenc pedig nem véletlen hallgatott el ebbe az interjúba, hát ő nem csöndbe van, hanem ő már a Wellis játékunkat készíti elő, és hesegeti ki az önkéntes ruhában fürdőket, akik reggel 6 óta utcai ruhában bennülnek a jacuzziba. Gyerekek, ha azokat a szánakozó pillantásokat néznétek, vagy inkább szemrehányó, hogy akik reggel óta benne ülnek, miért kell kijönni? Azért, mert játék van, majd utána visszaülsz. Megjött a nap SMS-e, nagy ő reggel 6-tól a ruhába, jacuzziba, és Albánia a Balkán. De jó SMS-ekkel megkülítettem. Nagyon szupi. Kezdjük el, akkor megyünk hozzá, Feri, közben elindulunk. Gyertek, Norina és Viki a két játékosunk, akik szerintem nem nagyon készültek erre a játékra, mert nem hoztak fürdőruhát. Viki, ez hogy alakult? Hát nem készültem. Igen, de aztán rádumáltak, hogy ugorj bele. Oké. Norina, nálad? Készültem, de inkább jobb ez. Igen, azt mondtad, hogy ne sasoljanak itt mindenféle férfiak, tökre igazad van. Gyerekek, egy halál egyszerű játékot fogunk játszani. Hát náluk bonyolult soha nem volt. Ez mondjuk igaz, köszönöm a segítséget. Beledobáltunk 50 darab ilyen kis velliszes, hát ezek kulcstartók, ugye, vagy ilyen kis érméket, és van közte egy arany. Egy darab arany van, nyilván az egy nagyobb, rendesek vagytok. Akkor mehet az is bele, és indítsuk be a jacuzzit. Hadd bugyogjon, mert annál nehezebb lesz. Figyeljetek,
megtalálni a közben dolgot. Közben mindjárt híd alatt vagyunk, csak mondom, tudjátok, igen, mit kell csinálni. Igen, kiabálás. Híd alatt, tudjátok, mi van. És ami a legfontosabb, hogy ezt a bizonyos aranyérmet, ezt csak lábbal lehet kivenni. Jó, viszont van úszó szemüvegetek, be tudtok menni, igen, meg tudjátok nézni. Várja, várja, ja, most vagyunk, aha, most várja. Vagyunk, most vagyunk. Pedig. Nézzétek csak. Hol vagyunk? Basszus, elkezdett peregni a rozsda. Te, szóljon már valaki a karigerének, hogy az alulról azért le kéne festeni, nem? Tehát, szép, hogy fölülről nagyon szép, de alulról rohad a Petőfi. Ne szólj neki, mert akkor ezt is lezárják. Kedves főpolgármester úr, az, hogy rohad a Petőfi alulról. Nem nagyon mennénk rá. Igen, ezt... hogy fölülről jól néz ki, de az így alulról, ez egy más perspektíva. Érdemes, ritkán látja az ember a hidakat alulról. Igen? Ezt te kaptad szerintem. Egy bitcoin érme. Ez öncsém, nagyon menő. És valami? Ez igazi, nem? 100 év múlva egyszer higgyétek el, lesz 30 ezer. Nagyon szépen köszönjük. Jó, ezt kell bedobni? Azt vagy? Kell beledobnod. Ezt kell bedobni? Ezt. Igen. Vízben oldódom. Érjél egyszer. 100 ezer, 1 millió. Tung. Hopp, és ezt kell megtalálni. Tényleg, aha, egy bitcoin érmét kell megtalálni. Igen, így igen. Haladunk a műsorra, hogy egy bitcoin érmét kell most gondold el. Hát azt a mindent. Persze, mert ha nem találják meg, akkor sincs semmi, vagy ez értéktelen. Fater megmondta. Igen, a viccet. Apám megmondta. Apád a Magyarországból leüzent, hogy felejtsd el. Így van, hülyeség, de abba le, abba és, le. És milyen igaza volt? Amikor üzent 60 ezer volt, most meg 21 ezer. Hát hallgatni kellett. Fater nagyon vágja. A Fater ott fönt is vágja a kriptót. Mégis csak gépkocsi vezető volt. Csak ért a kriptovalutához. Nekünk pedig van egy szódásüveg, amivel egy kicsit megnehezítjük a játékosok dolgát. Jó? Csak egy kicsit lövöldözünk. Jó? Mindenkire lehet lövöldözni. Ez a... Erről van szó! Na ezért jobb műsorvezetőnek lenni. Nem vernek meg. Csak azt sem, amit akarunk. Hol vannak a játékosok? Ott vannak szembe, látod? Jó, kiugrik először. Hát kezdje Niki szerintem. Jó. Jó? Oké, aki Viki. Jó. A Viki? Igen. Ja igen, mert Norinának az N betűjét néztem. Semmi baj, hát a szürke hájogot tudod ebben a igen, meg... korban. Örülök, hogy ellátok odáig. Vikikém, úszó szemüveget is van, te jól Vikinek nem volt fürdőruhája szintén? Vikikém, te farmer sorba, hogy Feri megfejtette. Várjátok, most egyenként játszunk, vagy külön játszunk? Ja, csak Norina oda ült a szélére. Csak melegíti a lábát. Azt a mindenit, Viki, hát mik úsznak ott veled? Már úgy értem, aha, hogy egybe játszunk. Egybe játszunk, nagyon jó. Így van, okay. Az Európa Bot két karbantartóját megkérjük, hogy szálljanak ki a Veliz jacuzziból. Köszönjük szépen. Figyeld, Viki elmerült a medencét. Gyere ki. Okay. Na, indítjuk az órát, jó? Na, figyeljetek. Okay. Vigyázzatok, az aranyérmet csak lábbal lehet kiszedni. Nézni lehet a fejjel víz alatt, jó? De nézni, vagy kivedni csak lábbal. Oké? Okay. Na, figyeljetek. 3, 2, 1, óra, indul! Úgy látjuk, mindenkinek megvan a saját technikája. Ez az! Így van. Lőd a fejét, te vegye ki! Aki jön a feje! Viki azt választott, hogy leissza az érmékről a vizet. Bugyognak a jacuzziba, bugyognak. Így van. Nincs meg egyelőre a bitcoin érme. A Norina talált valamit, lehet, hogy a dugót. Ne húzz ki! A fülét lőd, akkor begyullad. Egy jó középfő gyulladás, és még nem is nyer. Gyerekek, van ennek hangulat, hogy közben fordulunk itt a Petőfi és a Lágymennyesít között a Duna tetején. Így van, mert lejtette a kapitány a mobiltelefonját, lehajolt érte, és megpördült a hajó közben. Kicsit pörög a hajó, a játékosaink pedig nem találják a bitcoin érmét. Aha, most aha. Pont ilyen nehéz ezt így most van. Megtalálni, amennyit ér. Most amennyit. Norina megtalálta a Vigyit. És ott van, megvan! Üdvözlő vízsugarat neki! Megvan a bitcoin. Hát hogy csináltad? Szerintem aha. Véletlen. Gyere, gyere Norina! Gyere. Közelebb, Norina. Ott. Norina, gyere egy picit közelebb. Nagyon ügyes voltál. Igen, volt egy pillanat, amikor Viki megtalálta Norina lábát, akkor Norina is tűnt a víz alatt. Bitcoin is meg lehet tartani? Az nem a miénk, és szívesen az a múcsé. Persze. Ne, jó lesz az. Jó lesz az. Figyelj, te hogy fogsz hazamenni? Vagy taxival? Vagy mi? Autóval. Autóval? És miért nem hoztál fürdőruhát? Elfelejtetted? Nem készültem játékra. Készültél játékra? Jó. Farmer sorba, úgy, ahogy kell. Úgy, ahogy kell. Nagyon jó. Na kérem, Norina, hogy sikerült megtalálni? Észrevetted, vagy véletlen? Véletlenül. Állj, véletlenül beleakadt. A legelején éreztem, aztán kicsúszott itt mindenhonnan, úgyhogy szerencse volt. Nagyon jó, elmondjuk, hogy mit nyertél, mert ugye nagyon menő ajándékod van. Egy kertben felállítható kemény falu medencét nyertél. Ezért jöttem. Ezért jöttél? Tényleg? Ez volt a terv, igen. Azt a mindenit. Ez lakásban egy kicsit nehezebb, nyugtass meg, hogy van kert, ahol föl tudod állítani. Igen. Nagyon jó. Meg lesz a helye. Ez egy Wellis medence, kemény falu, tele nyomjátok vízzel, és aztán lehet csapatni egész nyáron. Szuper, jó? Köszönöm szépen. Kemény falu, mint új kígyós. Viccelsz. Vikikémnek tudunk azért adni persze, egy kis Wellis és ajándékcsomagot, jó? Jár. Mégis csak így fogsz beülni a kocsiba, a farmer sorba, ázottan, ugye? Hát, így van, utána tisztítóba kell vinni az autót. Így van.
Azért Viki bevállalós gyerekek. Tehát így utcaiba beugrani a jacuzziba, ugye? Hogy azért itt van, van vállalás. Na jól van, gyerekek, ott meg vagyok minden. Nincs olyan hajdúszoboszlai hulláma, hogy a gyerek behagyja a medencében a karcóráját, érted? Viki beugrik. Azt ki kell szedni, nem hagyjuk ott a drága órát. Vikit nagyon értékeljük. Aki úgy érzi, hogy még 10 óráig beül le, gyerekek, abszolút nyugodtan meg lehet találni a Wellis jacuzzit. És száj és körönfájás, nem? Kulcstartókat vegyétek ki, jó? Igen. A gombára meg használjátok kúpot, ne, de hogy sem, nyugodtan partanjatok be, úgyhogy lehet még fürdőzni egész nyugodtan. Na, mi pedig jövünk még egy fellépéssel? Így van. Tehát még a Valmar ugye zenekar zenél nekünk egy utolsó. Egy hosszabb instrumentális blokkal. Igen, csak kimélve Petike hangszálait. Aztán jövünk vissza mi is mindjárt a hírek után. Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Csokis legyen? Csokis. Vagy vaníliás? Aha. Csokis. Jó, gyerekek, én közül viszlek, amit vízizben vagyok. Vagy. Minden van, figyelhet. Amit kér a közönség. Amit a közönség szeretne, olyan cuki, jön, már van ajándékcsomag, van frisbee, van kulacs, minden van, de mondtam még, hogy a fagyi verseny még nagyon jó lenne. Mondom, figyelsz, nem, de szerzik neki egy doboz fagyit. Nagyon azóta nyomomban van, nagyon cuki, 5-6 éves, jön utána minden van, nem felejtsd a fagyit. Megígérte a fagyit. Itt vagyok, hoztam fagyit. Nézd, megint küldtem. Fagyi? Jó, oké, mindjárt hozzuk a fagyit. Nagyon cuki, és jön mindenhol, nagyon aranyos. Már van kulacs, mindent szereztünk, mindjárt jön a fagyi. Szendvicset nem kérsz kicsim? Megkérdeztem, szendvics. Szendvics? Most nem. Jó. Szendvics, azt egyik a lúzerek a szendvicset, fagyi. Tehát tudja, mi a jó. Ha nem ész oda Balázsékhoz, és nem kérsz fagyit, nincs játszótér a hétvégén. Igen. És még el is vernek. Na gyerekek. Itt vagyunk, és még mindig kellemesen hajózgatunk, ráfordultunk a kikötésre. Uh-huh. Jól látom valahogy, igen, hát megyünk vissza, így a bármi is legyen. Bárhol is ennek a szabadság. Bárhova. Igen, a szabadsághíd és a Lánchíd között vagyunk, és megyünk újra fölfele északnak. Ugye átköttünk ki lassan majd ott a Lánchíd lábánál, ha minden igaz, és hát közben itt vannak ezek a nagy dunajájó hajók. Gyerekek, gyorsan elment. Nagyon gyorsan. Szürrealitásban nem volt hiány, de hát ez a lényeg. Teljesen bizarr volt az egész. Nagyon imádtuk. Miközben jetskisek és motorcsónakosok továbbra is a hajó körül, mint egy turisztikai látványosságként szórakoztatják a hajó felső fedélzetén lévőket. Nagyon elszántak, vannak hajósok, akik reggel 6 óra óta jönnek. Ott van szemben Renáta. Renáta, mögötte van egy másik hajó, az is nagyon szép egyébként, úgyhogy jönnek. Nagyon jó. Oké, megmutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma. Nem sok mindennel, de hát a hajózás az ugye, erről szól. Egy csomó dolog elterül a figyelmedet. Az előbb engem is megcsipett például valami rovar, de szerencsére volt nálam Linerin. Ez az! Jót kell alkalmazni, János! Egyébként témánkhoz Gundel Takács Gábor szólt hozzá, csak telefonon, azt tudni sokkal kell, hogy... Sokkal jobban voltunk a kapucsinóba, üdv Gundel. Nem. Magatok sem értitek, hogy miért beszéltek a sportról. Hát már, hogy maga az sem. Hallottál 7 órás megszólásunkat? Persze, aztán fogtam a fejemet, de jó volt. Hát igen, mit csinálja Gundi? Megmutattuk, meg csak is. Mindjárt jövök. Jó. Én el nem, igen. Én ígérem neked, ott, én itt leszek. Mert ott felejtett a listát apánál. Nagyon cuki, édesem, nagyon cuki. Szóval megmutattuk, hogy a professzionális újságírás és a sport iránti érdeklődés és a rádiós profizmus az hogy tud beleköltözni úgy egy megszólalásba, hogy úgy jövünk rá, hogy hülyeségeket beszélünk, hogy benne vagyunk a megszólalásba, és a megszólaláson belül hozzuk helyre azt a megszólalást, amit 20 perce viszünk az utolsó 4 percben, hogy ne jöjjünk ki nagyon rosszul című rovatunkat adtuk elő 7-től fél 8-ig, amikor is a beszélgetés közben tettük össze a hírt, amiről beszélünk, vagyis fingunk nem volt, hogy miről beszélünk. De mesterien mentettük a Menzel kanyart, ha lehet, és sport hasonlattal élni. Az volt a legszebb, hogy 20 percig te nagyon stabilan hitted, nagyon. Hogy tudod a hírt, ránéztél az SMS falra, és akkor jött már 5000 SMS, hogy nem műugró. Hogy nekem ez most műugró, vagy szinkrumzó, egyiket sem néztem 4 percnél tovább. Hogy ez hogy ájult el a medencébe? Mi történt Álvarezzel, aki nem megszik? Nem volt róla. Fogalmam nem volt, gondoltam, bedobok egy hírt, ezzel úgy elrántottalak benneteket. Tudjátok, hogy ez honnan jön? Abból az évtizedes rutinból, amit már mi is ugye összeszedtünk, amikor ugye oda megy melléd valaki, valami tömegrendezvény, vagy valaki, és elkezd veled beszélgetni, és tudod, hogy ismered kellene valahonnan, de fogalmad nincs erről, hogy ki jön, beszélgetsz már vele 10 perc, és folyamatosan közben bólogatsz, igen, próbálsz meg ilyen semleges válaszokat adni a kérdésre, és közben kattog az agyat, hogy ez ki a franc lehet. Igen, ezt hoztuk ez el. Ebből jön. Ezt hoztuk ez el. Ebből jön. Jött közben egy hallgatói kérdés, hogy a feltűnően ronda kisfiú eljött már a korláttól. Nem, János. Még mindig ott áll, szerintem, szólj neki, jó, hogy jöjjön el. A best of után helyre tudnád tenni, hogy most már tényleg jöjjön el a korláttól.
Most meg egy kicsit az a problémák, hogy elő kellene keríteni azt a gyereket, a feltűnő ronda és csúnya kis volt, aki mindenkinek a terhére volt ma reggel, jó, mert megjöttek a szüleik. Picit kellemetlen a helyzet, segítsetek léci, jó? Köszönjük szépen, a kisfi ezek szerint eltűnt. Na szóval, hogy hogyan kell valamit megszállásom, mert elrontani, helyrehozni és bocsátott kérni című rovatunkat adtuk elő reggel, és ezt most zanzásítva megmutatjuk már is. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Na hallottátok, hogy mi történt tegnap ezzel az úszó csajszival? Hogy műugró csajszival? Ez egy nagyon durva történet. Anita Álvareznek hívják. Igen. És rosszul esett, vagy rosszul ugrott, azt nem tudom, hogy vagy a vízben, vagy már a levegőben elvesztette az eszméletét. Nála már korábban is előfordult ilyen probléma. Tehát a Merkel meg is mondta, hogy ez nem az ő sportja. Hát igen, mondjuk tényleg. Mekkora duma. Merkel elmondta, hogy hát ez nem a kisasszony sportja. Valami más. Ha elteszel egy itt ájulni többször, kérem szépen ugrás közben, akkor lehet, el kellene menni golfozni. Hát persze, vagy el kellene menni esetleg valahol füvet nyírni, nem, doktor úr? Hát ez nem az ő sportja. Amit még nem javasolunk, az például a bázisugrás. Tehát, mert ott azért, na, ott is lehetnek problémák, hogyha elájulsz ugrás közben. De mondjuk, ha ezt már többször csinált, akkor tényleg el kéne gondolkozni, hogy ez a tiéde, nem? Ugye ott vannak a vízimentők, ez egy baromi érdekes dolog, ott vannak a vízimentők, akik viszont nem ugrottak be, ugye? De most kellett volna, hogy ugorjanak, viszont nem ugrottak be, és az edző ugrott be, és volt egy víz alatti kép, ahogy nem tudom, 8-10 méteres medence aljára, az ájult csaj így már így süllyed lefelé, mint egy ilyen tekegolyó, és egyszer csak az edző megérkezik, és elkezdi fölvinni a csajt. És ebből megy most aztán az üzengetés, hogy miért nem mentek a vízimentők, mi történt, hát, hogy a FINA-nak történt. Van egy ilyen szabályozása, kinek? Hogy a FINA-nak. Ja, mást értettem. Annak is van, de az annak is van. Van egy a FINA szabályai nagyon fontos. Hogy a vízimentők csak akkor léphetnek akcióba, hogyha a bírók jeleznek nekik egyértelműen. És itt nem volt meg, amire a bíró nem, a bírók nem jeleztek, aztán amikor ugye az edzőnő beugrott, akkor már a mentők is, a vízimentők is úgy gondolták, hogy na, akkor eljött az ő idejük, akkor nekik is kell segíteniük, és hál' Istennek nem is lett probléma. Oké, mit hiszel, amikor így látod, hogy maga tehetetlenül beesik a versenyző, és elkezd süllyedni? Ott mit gondolsz, hogy ez a gyakorlat része? De mi, ha egyébként én jól megugrom 10-esre a gyakorlat, és utána nincs egyéni jogom elájulni a medencébe, annyira örülök a gyakorlatnak, hogy én elájulok, minden nap elájulok magamtól. Életem ugrása, elájulok, akkor engem azért ne pontozzanak le, mert én utána elájultam, könyörgöm. A vízbeesésig tart a gyakorlatom. Utána én halakat is hajkurászhatok a medence alján tulajdonképpen, viszont, nem? Viszont az edzőn a 8 és felett kapott. A beugrás, csak a beugrásra képzeld, de a föntről. Azt mondják, kiváló gyakorlat, nem mert én az edző vagyok, hozom már is a tanítványt. Azt mondják a vízimentők, hogy amikor már látták beugrani az edzőt, akkor ők is beugrottak, de még akkor sem kapták, hogy kezdődik a buli. Akkor se kaptak jelzést a bíróktól. És a vízimentők azok már saját kontójukra ugrottak be, miután látták, hogy az Álvareznek a spanyol edzője már éppen 8 méteren küzd a levegővétele, hogy felhozza a versenyzőt. És úgy döntöttek, hogy az amerikai versenyző segítségére sietnek, anélkül, hogy bírói engedélyt kaptak volna. De azért a bírók mit csinálnak? Hát nézte a pontozó tábláját, mit csinál, nem is látta. Hajtsa a nullát. Mennyi a 8,2. Egy fontos dolgot tegyünk erre egyébként, hogy nem ugrott sehova, mert hogy ő egy szinkronúszó csaj. Ennyit mondtunk. Igen. Csak rossz. Nagyon jó, óriási. Újra megveszik a hírt. Okay. Hallottátok, hogy mi történt a 25 éves amerikai szinkronúszóval? Nem, mi? Felejtsétek el az ugrát. Ez nem, tehát ők... Jó, akkor megvan. Akkor ő nem műugró volt? Nem, felejtsen. 12 perce beszélünk meg úgy egy hírt, hogy... Tedd meg, légy, hogy nagyon picit pontosabban vezetett fel ezeket a híreket, jó? Elsüllyed, miközben bár volt a medencében. Kaptunk egy plusz információt, ez valójában tavaly történt egy lovas póló világkupán, és beleakadt a kengyelre a srácnak a lába, picit húzta maga után, és ott aztán aki magától megoldott a helyzetet, így egy francia gyerekről van szó. Nagyon fontos egyébként, hogy nem FINA Európa bajnokság, hanem világbajnokság, jó? Csak hogy tegyük, akkor tényleg tisztában dolgokat. Ja, jó. Várjál csak, azt mondja, hogy erről egyébként egészen konkrétan... Jó, csak szeretném jelezni, hogy egészen pontosan a történelmi hűség kedvéért, tehát FINA világbajnokság, és nem szinkronúszó, vagy nem műugró, hanem szinkronúszó. Jó, de most minden más egyébként ebben a megszállásban nagyon-nagyon rendben volt. Hol vagyok, és kik ezek az emberek? Miért megyünk egy hajón, és mi történt? Mi történt tegnap óta? Nem értem. Szóval akkor a csajszi, várjál, akkor csajszi elsüllyedt, és akkor viszont értem a dolgot, akkor a vízimentők azért nem ugrottak, mert ugye azt hitték, hogy majd visszajön egy lábterpesszel. De és ez a gyakorlat része. Várták, hogy hopp, kiugrik egy orcsipesszel az orrán. De állj már meg, hát ott nagyon keveset vagy a víz alatt. De, ne, de akkor a vízimentő, várj, akkor a vízimentő nem tudja eldönteni, hogy most én mitől ugorhatok, hiszen megzavarhatom a gyakorlatot, ha azt gondolom önszántamból, hogy én beugrok úgy, hogy közben ő még csinálja a gyakorlatát, csak erőt gyűjt a medence alatt.
és az edző vette észre, hogy ez már nem a gyakorlat része. Jól jövünk vissza. Igen, de szépen ez jó. Átmentünk az eskanyarod, de most ott ráfordult. Így van, így van. Észrevette az edző a Fina világbajnokságon. Pontosan így történt. Hogy nem jön ki a csaj, beugrott, és aztán ugrottak a vízimentőn. Valójában nem rosszul lett, hanem a Swarovski orrcsipeszt lecsúszott az orráról, lesüllyedt a medencének az aljára, és mivel az az egyetlen orrcsipeszt 2 éves költségvetés a mexikói szinkronúszó szövetségnek, ezért lement érte. Egy hallgató észrevétel jött, jó hajón vagyunk? Nem? Igen. Jó helyre szálltunk. Nem keresnek bennünket az Európa hajón? Nagyon, hogy esetleg igen, rossz hajóra szálltunk, és beszélünk valakihez, de igazából nem biztos, hogy magyar közönség áll előttünk. Szóval akkor, és akkor már viszont értem, a Merkelit is várjál. Tehát akkor ő viszont ezért mondta, hogy ha te többször elájulsz, igen, miközben neked a gyakorlatot kellene végrehajtanod, aha, így akkor már van létjogosultság annak, amit mond, akkor valószínűleg tényleg nem feltétlen neked való, hiszen ha te gyakran elájulsz, miközben neked a gyakorlatot kellene megmutatni, akkor tényleg el kéne azon gondolkozni, hogy nem hát, biztos, hogy ez neked való sport, most így jobban értem, mintha beugrott nem volna. Nem azért mondom, de jó? Igaza van a Merkelinek, de én azt gondolom, hogy ide még ide kívánkozna ebből a szempontból még néhány sportág. Tehát például szerintem óriás műlesiklás közben sem célszerű többször leálljulni, nem? Tehát, igen. Hogy... igen, ott is kell. Bocsánat, egy pici helyesbítést még hagyd tegyek. Vége volt a gyakorlatnak egészen pontosan. Aha, és már úszott, és már úszott kifelé, amikor is aztán elkezdett süllyedni, és erre ugrott be Alvarez edzőnője, csak hogy egészen pontosak legyünk a megszólás végére. És még egy apróság, hogy nem Merkeli, hanem ez a Berkeley Egyetem. Valójában itt egy félreolvasásról van szó. A Berkeley Egyetemnek a rektora volt az, aki ezt a megjegyzést tette. Ennyi, gyerek. Híreknek még nem örültünk ennyire. Jó, azt gondolom, hogy precízen, pontosan, újságírói alapossággal nagyon utána jártunk annak, hogy mi történik a Fina vizes világbajnokságon tegnap. Hogy egy kis plusz koffein most fogyasztok, ne is főzzétek meg, megrágom, lenyelem, iszok rá forró vizet. Úgy érzem, szükségünk van rá. Köszönjük. Balázsék a Rádió Egyen. Gyerekek, nagyon kell csapatni, mert mindjárt kikötünk, és még van egy nagy buli font a felső fedélzeten, úgyhogy mindenkinek nagyon jó étvégét kívánunk. Köszönjük szépen a Valmar zenekarnak, hogy itt volt. Köszönjük a csetkiseknek, a motorcsónakosoknak, a Velisznek, a Norbi Ablétek, Mádubarinak, mindenkinek. Itt van, nagyon-nagyon jó hétvégét kívánunk. A hangos bemondónak is köszönjük, szevasztok! Aki él és mozog, menjen a felső fedélzetre, mert egy utolsó nagy csoport kint. Legyen egy kedvesek felfáradni a felső fedélzetre, jó, ne kelljen még egyszer mondani, nem azért vagyunk itt, hogy eljátsszuk maguk helyet, vagy maguknak a kedves szüleiket, felnőtt emberek tudják, hogy mi a dolguk. Jó, maradjanak is ott, csápoljanak, intelligensek, használják ki a lehetőséget, nem került sokba, jó? Na, viszont hallás, viszont látás, minden jót kívánunk a nyárra, való tekintettel is. Timit és Orsit várnám lent az alsó szinten, hogy beszélgessünk egy kicsit Erdélyről, és azokról a szépségekről, amiket. Ja, köszönöm, szóltak, hogy ez már sok. Te hülye állat. Jövünk 2 perc, puszi mindenkinek, köszönjük szépen, fent találkozunk. Csáho, csáho, hello, hello, puszi, puszi. Nem lép rá, úgy viszi a haját a szél. Én leszek a
hívva téged, haza kísér, gyere, haza kísér, oh, haza kísér, oh. Mindenki egyszerre, hogy van? Megláttam, mondom, úristen, ki ez a lány, ki ez a lány? Azt mondom, úristen, ki ez a lány, ki ez a lány? Úristen, ki ez a lány? Azt mondom, oh my god, mert megláttam Marilyn Monroe hasonmását. Ja, minden szemben kíséri a mozgását. Yeah, nekem kell megszerezni a telefonszámát, mert ki csinál engem az a seg, az a láb, oh, az a szem, oh, az a száj, oh, az a tánc. Vigyázz, baby, vigyázz, rock and roll, yeah, yeah, nyom a rock and roll, baby, baby, nyom a rock and roll. Nyom a rock and roll. Ez a dal most neked szól, gyere! Ez a dal most neked szól, aha! Ez a dal most neked szól, aha! Ez a dal most neked szól. Szikora Robi! Ez az utolsó könyvcsepp, mit érted, elejtek. Hogy van mindenki? Ez az utolsó szó, amire visszajöhetsz még. Ez az utolsó könyvcsepp, mit érted, elejtek. Ez az utolsó sanc, és most vagy jössz, vagy maradsz. Na és akkor menjünk fölé, Marina! Köszönjük szépen! Köszönjük! Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek!